Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Pifko Krisztián alias Mujó. Adás a előtt... Hulk. Igen, a Hulk Mujó, és hadd jegyezzem meg, hogy Fifika, nem hallom a faropogását, tehát nagyon pozitív, hogy inkább be se gyújtottál. Hát az a helyzet, hogy miután a romániai adóparadicsom környékén igen sok fa terem, ezért vágattam bérmunkában podcast edition fahasávokat, amik nem ropognak. Ó, nagyon jó, piaci rést tömtél be. Szerintem is egyébként. Ez lehetne úgy árulni, mint annó a Jeeplet Wire-t. Azt mondanád, hogy podcast edition fahasáv, és adhatnád a piaci ára 20-szorosáért. Akár, és a végén, mikor mindenki rájön, hogy ez csak egy sima akácfa. Hát addigra már nem a román, hanem a Kajmán szigeteki adóparadicsomban fogsz héderelni. Nyomkodom az érintő képernyős csajok képeit. Ez mind szép, de hol a medve? A barna medve nem. A medve az kérlek szépen az olá cigány alatt. Mert ugye ketten így vannak egy hifi talán. De hülye vagy. De ezt már a múltkor is elmondtam. Igen. Nem figyeltem. Én kérek elnézést. Charlie, te itt voltál egyébként a múltkori podcasten, mert olyanokat kérdezel végig arról az adásról, hogy hihetetlen. A klónomat küldtem. Szerintem is. Fasz, nekem már árul. Gyenge hamisítvány. Mi történt veletek egyébként a héten? Azon kívül, hogy sorozatoztunk. Nekem megjött a régóta várt antikvár könyvem. Egész másra gondoltam. Igen. Az oly régóta várt menstruáció. Nem lesz gyerekem. Soha többé. Igen. Nem. Hiába is próbálkozom. Na, egy remekbe szabott könyv a 87-es kiadású Gerve Robert féle a hegedű gyakorlás művészete címmel, és zseniális, elképesztő, annyira jó olvasmány, hogy odáig tudod, vagyok. Hallod, te, mint kívülálló, mi a véleményed a hegedű gyakorlásról? Illetve a hegedű művészetről? Te most már lassan egy éve lógsz nekünk az intróval. Egyébként. Igen, de azóta találtál intrót. Találtam intrót, de valami nagyon instrumentális, olyan... Kit kérjek szerintem föl? Szerintem a trónok kit? Harcát hegedülne. Vagy szóljunk Hans Zimmernek, hogy kanyarítson neked valamit, és azt behegedülnéd. Nem vagyok én még olyan jó, bár nagyon emlékszem. De egyszer meghallgatnám azért. Nem kell úgy publikba kirakni, de egy Dropbox linket azért szívesen fogadnék, hogy... Mégis mit jelent az a te olvasatodban, hogy hegedülni tanulsz? Hát a rettentő audio felvételi kvalitásaim miatt tudom normálisan fölvenni. Valóban? Úgyhogy ezért is. Figyelj csak, Krisztián, az neked megvan az a sztori, mint zene és sci-fi rajongónak, hogy Zsoldos Péter könyvét kiadta ki először külföldön. Zsoldos Péter írt egy könyvet, tehát aki nem olvast, az olvassa el, legyen művelt, hogy úgy mondjam. Zsoldos Péter írt egy könyvet, az a címe, hogy Ellenpont. Nem olvastátok, fogadjunk. Olvastam, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondasz. Az Ellenpont című könyvben robotok keresik a teremtőjüket. És... a német Music Verlag adta ki, mert azt gondolta Zsoldosnak, ugye a testvére is zenész, és maga Zsoldos Péter is zenész volt, és azt gondolták, hogy ez valami zenei szakkönyv. Kiadták lefordítani. Aztán meglepődtek. Aztán mindegy volt. Nem baszki, a nyomdában jöttek rá, hogy ez egy sci-fi. Tudod, ha már kifizettük a faszomba, nyomtassuk ki. Hát az zseniális volt. Egyébként 36 nyelven jelent meg utána, tehát óriási siker lett. De
de tudod, hogy az ellenpontról egyből az ugrott, ó, Zsoldos Péter írt egy könyvet az ellenpontozásról, adjuk ki. Egyébként erről a szkifiről jutott eszembe, pont tegnap néztem meg a Interstellart. Láttátok? Igen. Hát ez egy kibaszott nagy film volt. Hát mert, hogy az vérbeli, tehát az egy igazi science fiction. És nem tudom, hogy feltűnt-e az embereknek, utána kapcsoltam csak, hogy ez volt az, aminél a fekete lyuk az nem, tehát az tudományosan fizikusokat kértek fel, hogy na valós legyen. Feltűnt-e a robbanásoknak nem volt az űrben hangja? Persze. Feltűnt-e, hogy nem volt a hajtóműveknek az űrben hangja? 2001 gyűrűdüsszel. Mind-mind olyan apró, nyuansznyi részlet, amitől kibaszott jó volt ez a film. Nagyon elképesztően össze volt. Hát a mögötte megúszott a koncepció, meg az a csavar a végére, teljesen tűnő. Hát, de várjál, hát az a... Ott már nekem gyanús volt, igen, az a nem mondjuk el annyira, ne spoilerezzünk, az a csavar ott, az durva volt, de hogy mikor leszállnak arra a bolygóra, aminél 1 óra 7 év, és nézd már ott azt a sziklafalat, az nem sziklafal, az víz, és jön. Az a robot, az kurva jó volt benne. Hát az zseniális volt, ahogy ott pörgette magát. És utána visszamennek a hajóra, és bazd meg, őszül már a szakálla a faszinak. Vártam rátok egy darabig, utána elmentem, kicsit hibernáltam magam, ezt megint fölkelt, ezt megint egy kicsit hibernáltam magam. Mennyi idő volt? 21 év, vagy 20 év? Az igen, bazd meg. Elképesztően igényesen megcsinált. Mellesleg ugye ez egy science fiction novella ötlet, amikor elmennek egy bolygóra, ahol mindenki lassabb, mint mi. De iszonyú lassú. Tehát azt hiszik, hogy ilyen szobrok közt mászkálnak, és valakinek föltűnik, hogy nem, mozognak ők, csak hihetetlen lassan múlik hozzánk képest az idő. És ugye visszamegy a jelentés, hogy ez egy nem meghódítható bolygó, és akkor berendelik a hadügyminisztériumban a fickót, hogy de mi az, hogy nem meghódítható, hát olyan nincsen. És akkor elmeséli, hogy hát azért nem, mert ezekkel nem fogunk tudni mit kezdeni. Tehát ebből se rabszolga nem lesz, se termelő, semmi, érted? És azt mondja a hadügyminiszter, hogy akkor mit csináljanak ezzel a bolygóval, és mondja a fickó, hogy zárják le. Tehát, hogy karantén legyen, hogy oda senki ne mehessen. És kérdezi a hadügyminiszter, hogy de miért? Azért, mert hogyha valaki ezen elgondolkodik, akkor mi van, ha nálunk 100-szor gyorsabbak jönnek? Igen. Ennyi. Úgyhogy zseniális volt egyébként, és az, hogy föl se tűnt, csak a film közepe felé, hogy a cselekményből már ki tudtad következtetni, hogy hát ez nem egy 90 perces movie lesz, és mégis vitt a cselekmény, úgyhogy én merem ajánlani mindenkinek, hogy nem olyan hollywoodi vége van, de kurva jó, hát egy 9 per 10-et biztos adnék rá. Tudod, az mostanában már egyébként is sem mainstream, ez a happy end, tehát minden sorozatban minden kedvenc szereplőnket le kell gyakni, mert egyébként már nem ér semmit az egész. Nekem nem volt olyan érzés, ami mellett volna happy end, tehát egy kicsit tartottam tőle, hogy valami sokkal gázosabb vége lesz, úgyhogy nekem nagyon kellemes csalódás. Nem, szerintem ez egy ilyen... Nem úgy mondom, hogy nem volt happy end, hanem egy picit nyitva hagyták, de mégis azért kerek volt a vége. Szerintem az ott jó volt. Szerintem is az a jó film, amelyiknek a végéről kijössz, és még tovább pörgeted magadba a lehetőségeket. És igen, igen. Kinéz az ablakon, és baseballoznak, és azt hiszed, hogy tök rendben van minden, és mikor elüti a labdát, és a kamera svenkel egyet fölfele, hogy atya úristen, hát ez... nagyon nagy volt. Nekem az utóbbi idők, hát mondjuk az már most mondjuk 5 év távlatában a legjobb végső vágó kép az az Interception-nek a legvége. Emlékeztek a filmre? Nincs meg. Eredet. Leonard. Igen, megvan, de nem emlékszem. Az a vége, hogy megpörgeti. Igen, 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 igen. Ja, az ja. Zseniális, bazd meg, és elkezd billegni, és vége. És nem tudod, hogy eldől vagy nem.
Tehát á, gyerekek, az zseniális. A film is egyébként elejétől a végéig. Igen, az is egy olyan film, hogy így ülsz, és így nézze. Aki nem látta, az nézze meg. Aki megnézte és nem értette, az meg menjen valami gyógytornászhoz, aki az agyát egy picit megmozgatja. Ez a durva egyébként, hogy és rendre szerintem a Caprio ilyen filmeket kap mostanában, hogy kibaszott jó film, egy évig beszélünk róla, hogy ez mekkora nagy Oscart fog kapni, és nem kap Oscart. És szerintem egyébként a Caprio pont az a színész, aki érik, folyamatosan. Fúj, de gyűlöltem, hallod, én a Titanic miatt nem néztem. Tehát gyerek színészként, vagy hát fiatal színészként Titanic, sőt, utáltam. Rómeó és Júlia. És egyre jobb, mondjuk az egy jó film. Jobb, ahogy telik az idő, tud fejlődni, zseniális. Hát a Wall Street farkasában miért beérett az az ember? Igen, meg hát, ott volt a mi volt, Catch Me If You Can. Melyik volt az a 20-as években játszódó filmje? Várjál, hát a Kapjálhat utc, az a Tom Hanks-el játszott, az valamikor az a 60-as, 70-es években, de hát az is zseniális volt. Hát igen, tehát én ott figyeltem meg először, vagy ott kedveltem meg igazából abban a filmben. Tehát nagyon jó játszott benne. Ó, a Nagy Gatsby. Igen. Igen. Egy kicsit elkalandoztunk, urak. Ja. Szakadjunk be a magyar valóságba. Ja. De hát mindegy, hát ez a mi podcastünk. Na. Csapassuk. Csapassuk. Visszatérve a medvéhez. Akit megtámad a medve, annak lehet, hogy szívsebészre lesz szüksége. Micsoda költői átkötés. És ha már szívsebészről beszélünk, megjelent egy kanadai online magazinban egy cikk, egy kanadai szívsebész specialistáról val, és egy nagyon érdekes cikk kerekedett. A szóban forgó köztiszteletnek örvendő kanadai szívsebész dr. Gopal Bhatnagar, akiről azt kell tudni, hogy három évvel ezelőtt... Nemzetiségét illetően? Hát ő kanadai állampolgár. Ja igen, jó, mert egészen... Hát valószínűleg hindú származás. Igen. Beütése volt a nevének. Tipre meg a fotó alapján, vagy indiai, vagy pakisztáni, vagy valami hasonló. És a fotón egyébként, hogy elbírjátok képzelni egy világos kép kívkón feliratú bögrével. Nem kell elképzelniük, fifika, adjunk értelmet. Kattintsanak. Addig adjunk értelmet, igen, és kattintsák meg azt a rohadt listát. Ha látni akarják a bögréjét. De ez zseniális. Maradj nyugodt, és ne öld meg a betegeidet. Na, minden esetre annyit kell tudni többek között dr. Bhatnagarról, hogy ő három éve két barátjával beszállt egy e-cigi üzletbe. És eleinte természetesen bizalmatlan volt, úgyhogy rászánt 9 hónapot az életéből, és utána járta az e-cigi témának, kutatgatta a felelhető információforrásokat, és miután meggyőződött róla, hogy biztonságosnak mondható a készülék, és etikailag is rendben van ez az e-cigizés dolog, csak akkor csapott bele a bizniszbe. Ő úgy fogalmaz, hogy nincs benne dohány, nincs benne kimutatható mennyiségű rákkeltő anyag, ellenben az emberek nagy többségén segít, ahogy én látom, van olyan hatékony, mint a receptre kapható megoldások. Így aztán belecsapott. Azóta ugye eltelt 3 év, és hát Kanadából hallhatjuk folyamatosan a hülyébb-nél hülyébb kezdeményezéseket az e-cigi elnyomására, és ő a hivatalnokok és a sajtó ellenséges hozzáállása kapcsán csak még jobban megerősödött a béli hitében, hogy az e-cigaretta jövőjéért küzdeni kell, és küzdeni érdemes. Azt mondja a jó doktor, illetve nem jó doktor, mert az doktor Farsalinos, tehát doktor Bhatnagar azt mondja, hogy azt hangoztatják, hogy nem tudnak eleget az elektromos cigarettáról, de ez igazából édeskevés ahhoz, hogy egy potenciálisan életmentő eszközt emiatt ellehetetlenítsenek. Gyógyszerek és vakcinák százainak hosszú távú hatásairól sem tudtak semmit, mégsem korlátozták azokat, így aztán meg is menthették életek millióit. Néhányan pedig arra esküsznek, hogy nem tudni, hogy mi van a kipult párában. Krisztián, ha ütöd a billentyűt, kapcsold le a mikrofonod. Te, ha lekapcsolja a mikrofonját, akkor egy téridő kontinuumba kerülünk. És... Iszonyúan. De mondjad tovább.
Nem lehet, hogy a másik Skype-on is benn vagyok, de nem. Vagy de? Nem, nem vagyok be, akkor nem onnan jön. Na, óvatosan próbálok krampácsolni a billentyűzettel. No tehát, néhányan pedig arra esküsznek, hogy nem tudni, hogy mi van a kifújt párában. Dehogy nem tudjuk, mondja a doktor. Minden tudunk az összetételéről és a kémiájáról, bármelyik másodéves vegyész hallgató el tudja végezni az ehhez szükséges kísérleteket. Ha nem tudjuk, az csak egy üres frázis, egyszerűen nem hajlandóak elismerni, hogy mi mindent tudunk már. Az orvostudományban bármit, ami ennyi pozitív bizonyítékkal rendelkezik, már réges-rég biztonságosnak minősítettek volna. Amikor azt hallom, hogy nem tudni eleget, mindig igyekszem kihangsúlyozni, hogy igazából rengeteg minden ismert már. Égessel dohányt, az eredményt keverd egy sejtkultúrához, közismert, hogy elváltozásokat okoz a sejtekben. Másrésztről fog meg az Erikvidet, tedd vele ugyanezt, és nem történik sem. Az annak eldöntéséhez szükséges tudományos munka, tehát, hogy az ECG rákeltője vagy sem, már réges-rég megtörtént, és a válasz nem. Azok az egészségügyi intézmények, amelyek ellenzik az e-cigarettát és nagy keret felett diszponálnak, miért nem áldoznak ebből néhány milliót arra, hogy végérvényesen megbizonyodhassanak állításaikról, vagy száfolják azokat? Nem ez lenne a dolguk. Mint az emberi élet védelmére felesküdött orvos, dr. Gopal Bhatnagar meg van győződve arról, hogy minden további kutatás igazából felesleges, mert már csak az fogja megerősíteni, amit eddig is tudunk. Tehát a doktor igazából abszolút meg van győződve erről, és hát nem egy kis pályás emberről van szó, és tényleg hangsúlyozzuk ki, felesküdött az emberi élet védelmére. Azt mondja még így a végére, tudjuk, hogy biztonságos, nincs passzív káros hatása, a tudomány ezt mind bizonyította. A holnaptól minden dohányos átállna az elektromos cigarettára, a tüdőrák 10 éven belül eltűnhetne. Hát nem érdemel meg ez egy esélyt, teszi fel a kérdést. Dehogy nem. Az egyébként zseniális ez a sejtkultúrás ötlete. Igen, de ezt csinálta már, hogy hívják, Farszolinos Dopi is. Úgyhogy, ja, szerintem arra hivatkozott. Egyébként... És Farszolinos mit tett bele? Likvidet, vagy a kifújt párát? Ez egy igazán jó kérdés, meg nem mondom neked fejből. Hát akkor az előbb, amit elkezdtem, hogy ezzel kapcsolatban ugranék egyet a 6-os ponthoz, ami az volt, hogy kollégával beszéltem, mert ma megint beleszaladtam a pofonba, hogy úgy mondjam. És házhoz mentél érte? Hát tudod, mikor a háttérben hallom, hogy néha suttyomban így szívok egyet-kettőt, stealth vape, de az illatot mégis érzik, és ú, de fincsi, mi ez, mondom, micsoda, én vagyok ilyen jó illatú, hát nem lehet itt elektromos cigizni. De ez nagyon finom. Ja? És akkor mondja a kollega, hogy látott múltkor a tévében volt valami ilyen balószerű műsor. Az már rosszul kezdődik. Hogy összecsapnak az indulatok, és mondja, hogy mondták, hogy hát lehet, hogy veszélyesebb, mert hogy ezekben a patronokban hogy mindenféle anyag lehet, nem csak ez meg az, de hogy később akár bele lehet rakni kábítószert, meg mi a faszomat tudom. Igen, és az atombombát is egyszer biztos le fogják dobni. Tehát így mondtam neki, hogy ennyi erővel szeretnélek felvilágosítani azért, hogy a kedvenc vesző paripám egy biztos soha nem lesz benne tehén, hogy miért a cigibe sincs. Jó, akkor nincs benne, oké. Maradj ebben a tudatban, hogy nincs benne, de egyébként nem bonyolult felsorolni az összetevőit ellenben a cigarettáéval és a karcinogén anyagokat a cigarettában. Annál nehezebb felsorolni. Arra a konklúzióra jutott a végén, hogy hát ez ilyen ördögtől való dolog, ez biztos károsabb. Jó, oké, rendben. Én is azért szívom végül is, mert szeretnék előbb megdögleni. Fasznak élek ezen a sárgolyón, nem vagyok elégedett az életemmel se, tekerni se tudok üvegszárra, úgyhogy szívom, amíg lehet, aztán minél előbb dögöljek meg. Jó lehet azért, szórakoztató lehet ilyen önálló gondolkodásra, legkevésbé sem hajlamos kollégákkal dolgozni. Szórakoztató lehet. De tudod, mikor úgy ilyen nyitottan teszik fel a kérdés, hogy látott egy ilyet, hogy mi lehet benne, és elkezded mondani az érveket, és a vége az, hogy de amúgy is ez biztos, hogy ez ördögtől való dolog. Úgyhogy ilyenkor érzem azt, hogy fölösleges bármit is mondani, mert úgyse tudsz jót mondani neki, mert
vagy azért, mert sapka, vagy azért, mert nincs sapka. Tehát. De ja, ilyenkor mondjuk ismerős. be lehetne nekik linkelni a legutóbbi, és ez tök jó, hogy így időzítettük ezeket a cikksorozatot, így időzítettük, hogy ma volt például szó a Fantasztikus Négyes, egy másik Fantasztikus Négyes. Hogy is fogalmaztunk? Mi vagy? A szindikátus. Egyik tagja, jelesült te, Fifika, írtál egy szösszenetet, amit el lehet már olvasni a weboldalon, a Nikotin, mint rekreációs szer címmel. Picit szerintem lehetne hosszabb is, tehát hogyha gondolod, javítsál majd bele, és írjál kis eszét ezen szóban. Megkaptam hozzá a jogot. Én ezen egyébként nagyon sokat agyaltam, hogy mitől lehet a nikotin rekreációs szer. Tehát ugye azt tudni kell, hogy ez egy készen kapott téma, tehát nem én találtam ki, de ez, hogy mondjam, az emberben így elindít egy gondolatsort. Egyrészt, hogy annak idején miért kezdtünk el cigarettázni, és amikor már cigarettáztunk, hány olyan cigarettát szívtam el, ami, tudod, ez a lekönyökölsz, megtámasztod a fejed, gondolkodol, és közben ott ég a cigaretta a két ujjad között. És, egy másik a hamutartóban. Egy másik a hamutartóban. Igen, de ott megtanulhattad, hogy a füst az mindig hozza gondolatokat. Ha szívod, ha nem szívod, mindenki. Akkor is. Így van. És a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ha végignézed a 60-as, 70-es évek különböző tévé vetélkedőit, zsűriét, interjúit, 99%-ban valaki dohányzott közben. Tehát, vagy egy Linda epizódot. Igen. Ki mit tud? Hát érted? A Major Tamás, aki egy színészi nagyság volt, a Gobi Hilda, a Márkus László, de nem is tudok olyan... Márkus Lászlót csak úgy láttam élőben, hogy mindig sál volt a nyakában, ez a Playboy sál, tudod, igen, ez a nagy, és a cigi a kezébe. És a cigaretta a kezébe. Tehát, hogy milyen kreatív emberek fordultak kvázi a nikotinhoz, és mennyivel kevesebb gyógyszerrel éltek mellette. És hogy most már van egy ilyen nagyszerű eszköz a kezünkben, amikor gyakorlatilag a káros anyagok 99,9%-a nincs, de maga a nikotin az ott maradt, mint az agy vérellátásának egyik serkentője, a depresszió egyik, a depresszió ellen egy nagyon jó szer, egy hogy szokták ezt mondani, amikor úgyhogy doboz hangod van. Igen, mert fölálltam a macskának kinyitni. Ja, azt hittem, hogy így fölálltál, és a gondolkozós fázisban, vagy hogy járkálsz a szobába, mint a bolygó hollandi. Fölálltam a macskának kinyitni az ajtót. Hogy egy ilyen a kreativitás és a nikotin mindig így kvázi kézen fogva járt, ugye nagy festők, stb. Mennyi mindenki, és mennyiféle... Erről eszembe jutott Rácz Béla, mint nagy festő. Nagy festő. A 12-es létrán a legnagyobb, tehát, de lehet, hogy az állványom még inkább. Szóval, hogy a nikotinnak milyen pozitív hatásai vannak az ember rekreációs tevékenysége közben. És akkor tudod, így mész a gondolat mentén végig, és azt elszedőd, hogy kezdtél el cigarettázni, hogy miket csináltál, milyen mókolások, és hogy ez már az embernek egyfajta ilyen hobbiává vált, és az esti kikapcsolódás része volt nekiülni eszközt tisztogatni, meg annak idején még ugye kiégetni a patront, stb. És
és hogy mennyi ilyen és ja, és közben ugye jár az agyad, gondolkodol, kéne csinálni erről egy videót, és mennyi mindent indított el magunk körül egyébként ez a tevékenység. Még azért a cigarettának nem volt meg ez a mellékhatása, hogy mondjuk nem éreztem arra késztetést, hogy a Sofia Nero videót csináljak. Vagy gondolj, a... gondolj! Szociális összerátogatása se nagyon volt. Gondolj bele, hogy még cigiztél, addig hányszor fordult meg egy nap a fejedben az ohm törvénye például? Egyszer sem. Na. Ez nyilvánvaló. És igen, ezt Krisztián nagyon jól rávilágított erre a dologra, hogy és nem utolsó sorban egyfajta közösséghez való tartozásnak az élményét is meg tudja adni az e-cigaretta. Ami azért valljuk be társadalmi szinten, mint folyamat azért nem egészen jó, hogy kvázi mi egy, most úgy áll jelenleg a helyzet, hogy mi egy ilyen kvázi megbélyegzett rétege, szubkultúra vagyunk. Bár én örülök annak, hogyha az elcigiseket szubkultúraként lehet már említeni, illetve hát akkora tömegről beszélhetünk, hogy már így a figyelem ránk terelődik. Bár ezzel a figyelemmel azt gondolom, hogy tehát egyfajta rossz figyelem terelődik ránk, és ezzel a figyelemmel nem igazán tudunk élni, és visszaélni sem. De ennek ellenére, tehát így a pozitív oldalát végig gondolva a dolognak azért én azt gondolom, hogy a mérleg, amit így magamba fölállítottam, az mindenféleképpen igen-igen pozitív a rekreáció irányában. Hát rengeteg jó pofa dolgot hozott. Hangosabban. Ez biztos. Minél nem? Tehát így, ha így végig gondolod, hogy mennyi jó élményed, mennyi jó embert megismertél, akit egyébként nem ismerhettél volna meg, vagy soha nem jössz vele össze, érted? Nem tudhattad volna, hogy Budapesten varázs szólsz, aki ejted a szádon, hogy Rácz Béla, és ajtók nyílnak meg, érted? Emberek támadnak föl, tehát nem tudom. Tehát ez... Támadnak föl, és eközben 10 000 halnak meg. Azt sem felejtsük el. Egyéb okokból kifolyólag, igen. Nekem még az összefüggés jutott eszembe, hogy ez, amit a nikotinról és a kreativitásról és a gondolkodásról így összefűztél, hogy valóban ez erre igazából tök jó remek indirekt bizonyíték is van, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ez a minden rovar bogár, de nem minden bogár rovar, vagy fordítva, hogy nap mint nap látjuk ennek a bizonyságát, mert ugye azok az emberek, akik üldözik a nikotint és üldözik az elektromos cigarettát, azok nyilvánvalóan nem élnek ezzel, tehát ők mondhatjuk, hogy nem fogyasztanak nikotint, és csodák csodájára, lásd, nem is nagyon gondolkodnak ennek nap mint nap bizonyságát adják. Igen, egyébként, ha belegondolsz, nem csak ezt, tehát azokat se bélyegezzük meg, akik azt mondják, hogy kimegyek kiszellőztetni a fejem, vagy elmegyek kokettálni a csajokkal, nem én, elmennek a nők kávézni, és az egy esemény, és utána föl vannak pörögve, és hogy a konstruktívabbak, és termelékenyebbek, és az agyuk jobban pörög, de ha te kimondod, hogy kimegyek e-cigizni, akkor meg mégis érzed magadon a skarlát betűt. Szóval ez a fura, hogy érdekes, valahogy tényleg, de ez az előző 40-50 x év, hogy ha te kimész dohányozni, ha te kimész elcigizni, akkor mindenképp az van, hogy hát de így is úgy is nikotint juttatsz a szervezetedbe, az káros. Tehát, hogy beleivódott az emberekbe az egyenlőségjel, ami rossz helyen van, mert nem a nikotin. Rosszul látod. Érdekes mód, senki, akivel beszélek, és tájékozatlan vagy tudatlan a témában, nem azt hozza föl, hogy mennyi rákkeltő vegyület van egy hagyományos cigarettában, mindegyiknek
kivétel nélkül. Az az első kérdése, hogy de hát ebbe is van nikotin, nem? De szerintem ez nem saját szakállukra lukadta ki erre, hanem ez sajnos az én véleményem az az, hogy ez az elmúlt évek ostoba hazugság propagandájának na de, köszönhető. De Krisztián, pont ezt mondtam. Tehát, hogy ez az elmúlt X év folyamatos súlykolása, és utána benned is az csapódott le, hogy tehát nem azt mondtad sose, hogy a tehénhúgy, meg a mit tudom is én milyen acetil, meg na mondjátok az F betűset. Formaldehid! Meg formaldehid. Hanem azt, és bele se gondoltál, hogy égett papír. Ez mondjuk olyan, mintha a metró újságot olvasás után elszívnád, mert bazd meg ugyanaz, papír, vékony, vastag, tök mindegy. A segget törlöd vele, vagy elszívod? Mind a kettő pozitív. De beleívódott az emberekbe, hogy nikotin, az van a cigiben, nikotin, az a rákkeltő, a nikotin. Nem. Azért az emberek... Mondjad, mert ez az mondom akkor lecsengés. Ezek az emberek egyértelműen nem gondolkoznak, tehát így próbáljuk már meg egy kicsit visszapörgetni az időkerekét, és belegondolni abba, hogy amikor elkezdődött igazából a dohányzás és a dohányfüst elleni küzdelem, akkor milyen érveket használtak. A cigaretta rákkeltő, tudjuk. A cigaretta füst rákkeltő. Semmi kérdés nincsen ebben. Igen, van passzív dohányzás, és nem tehetjük ki a környezetünket az akarata ellenére annak, hogy ezt kell szívniuk, úgyhogy ezt korlátozni fogjuk, és ezen a vonalon indult el az egész, és ezzel igazából alapvetően nem is volt semmi baj, mert valóban ne kelljen annak szívni. De ezen meg is rekedt ezen a szinten, tehát maximum még felsorolták, hogy büdös vagy, meg hogy sárgul az ujjad. Ennyi. De ez volt az egyetlen, amivel ez indokolható volt, és tényleg teljesen egyértelmű egészségügyi okai vannak, hogyha ebből az irányból közelítjük meg, tehát ezzel nincsen semmi baj. De könyörgöm, erről ne feledkezzünk már el. Ezért történt az egész. Nem azért, mert nikotin van benne, nem azért, mert büdös. Vagy egyébként valami. A COPD-t se a nikotintól kapott, zárójel bezárva. Ja. És most, aki jön ezekkel a nikotinos baromságokkal, az nem emlékszik vissza 10-15 évet, hogy nem ezért indult. Senki nem mondta annak idején, hogy a cigaretta füstöt ki kell űzni az emberek életteréből, mert nikotin van benne. Soha föl sem merült. Most akkor minek lovagolnak ezen? Tehát meg azt észrevettétek, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy ez olyan divatos ezt mondani, hogy mai felgyorsult világunkban. De sikerült, amit már sokszor kiveséztünk, hogy mit tudom is én, 50-60 év alatt eljutottunk oda, hogy mit tudom is én, még a repülőgépen is szívhattad a cigarettát, meg a moziban. Most eljutottunk oda, hogy még a kocsmából is kimész, és az ajtótól 5 méterre dohányzol. Rosszabbat mondok már az erkélyeden sem. Hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy szépen, óvatosan, kis lépésekben, finoman lenyomták a torkodon a cigarettának az üldözését. És mindegyik okosan csinálták, mindegyik csak éppen annyira volt kellemetlen, hogy az előző lépcsőfokhoz képest azt mondtad, hogy hát ez végül is ez nem gáz, hát azt kibírom, hogy... Ahogy a békát főzik. És utána, ha belegondolsz, az e-cigi, az tulajdonképpen erősen fogalmazok most, de 5 év alatt úgy kipörögte magát, hogy a szívod nyugodtan, ez nem cigi. Onnantól eljutottál odáig, hogy hát tulajdonképpen már zárt térben. Ez sem. Már most pont ma néztem egyébként, hogy na hol lehet az Atlanti óceán másik oldalán e-cigarettát használni. És egyszerűen le van írva, ahol nem lehet cigarettázni, ott nem lehet e-cigarettázni sem. Tehát ez meg viszont azért, mert itt már mindenki rá van kötve az internetre, a telefon a kezében van folyamatosan, ha nem kap 5 percenként értesítést az e-mailjeiről, úgy érzi, hogy nincsen benne a körforgásban. Pillanatok alatt végigvitték ezt az e-cigis önszabályozást szerintük, és itt nem vártunk 40-50 évet arra, hogy ugyan már mi be tudjuk bizonyítani, vagy ők be tudják bizonyítani az ellenkezőjét. Én úgy vagyok vele, hogy majd, hogyha kijön egy tanulmány, ami megállapítja, hogy már pedig ettől is
COPD-s leszel, és megdög lesz 100 éves korod helyett, 80 éves korodban, akkor azt mondom, hogy basszátok meg, igazatok volt, a faszért szívtam ezt a szart. De hogy ez pont olyan, mint a aktuálpolitika, vasárnap szerettem volna vásárolni lisztet. Na, ez pont olyan, eldöntik, bazd meg, hogy nekem mi a jó. Nekem ez lenne a jó, nem baj, ők megmondják, hogy nekem mi a jó. Ez a legdühítőbb. Hogy itt már nincsen individuum, itt már az van, hogy majd én megmondom, hogy te mit csinálhatsz, és mi a jó neked. Hát, azt akartam az előbb mondani, hogy mondok egy érdekeset, hogy koffein, nikotin, alkohol, és ezzel nem szitokszavakat mondtam, hanem egy gasztronómiai sort. Mert régen ez úgy történt, hogy előétel, leves, főétel, mit tudom én, desszert, utána jött a kávé, szivarszoba, szivarozás, és az alkohol. És ez egy teljesen elfogadott gasztronómiai sor. Ha így mondod el, még lehet, hogy ma is a világ összes szállodájában, amelyik, mit tudom én, 5 csillagos, ott ezt meg is teheted egyébként. Tehát nem tudom, hogy így a nikotin üldözése, mint elsődleges cél, nyilvánvaló az e-cigarettának köszönhető, mert ha nem találták volna ki az e-cigarettát, akkor maradt volna büdös bagó, és a kutyának eszébe nem jutott volna a nikotin. De miután az e-cigarettában ez az egyetlen egy támadható anyag, ezért erre fókuszáltak. Igen. Na, jaj, nem tudom, tehát lehet, hogy most ez még talán ide vág, de ugye sokszor egyébként, amikor meghatározzuk magunkat, elfelejtjük a dohányos múltunkat. Ezt nagyon sok embernél veszem észre, hogy beáll abba a mainstream sorba, amiről Charlie beszélt, és mondjuk a dohányosokkal szemben nem mutat akkora toleranciát, illetve hát a Charlie beszélgetéséből ugye meg az derült ki, hogy a dohányosok is bizonyos szinten elhatárolódnak az e-cigarettásoktól. Holott egyébként ennek a két csoportnak pont, hogy össze kéne dolgoznia, mert hogy nekünk az elsődleges célunk az, hogy minél több dohányost idézőjelben térítsünk meg, természetesen nem minden áron, mert aki nem akarja, az nem fogja. Tehát, tudod, ez tűzzel, vassal, és a kurva nénikélet, most kiütöm a szádból azt a büdös bagót, és itt van az egóm, és szob betövég, és belenyomod a fejébe. Írtam az egyik elektromos cigarettát forgalmazó cégcsoportnak egy ilyen cégbemutatkozást, és abba megpróbáltam becsempészni ezt a fajta dohányosokkal szembeni szimpátiát, vagy empátiát, amit egyébként nekünk nap mint nap gyakorolni kéne. És ha megengednétek, ezt a két-három mondatot felolvasnám, csak azért, hogy érezzétek, hogy miről van gyakorlatilag szó. Megtehetem? Én jóvá hagyom. Weboldal nincs, tehát ez nem minősül ilyettén módon. Hogy is, várjál, hogy is mondták nekem, hogy én a... Bújtatott reklám? Az még hagyján, hogy bújtatott reklám. Én egyébként is egy zavarosba halászó, nem tudom, kész, mindegy. Úgyhogy az én bűnlastrom, ez már nem, oszt nem szoroz. Tehát a dohányzás szenvedély. Van, aki nem akar szenvedélyről lemondani, még úgy sem, hogy tudja és ismeri a vele járó kockázatokat. Mi tiszteljük a dohányosokat, sem megtéríteni, sem erőszakkal rájuk kényszeríteni nem akarunk semmit. Egy alternatívát szeretnénk ajánlani, egy modern, kifinomult és egyszerűen használható eszközt, mely millióknak bizonyította már, hogy létezik egy költségkímélőbb, de jóval alacsonyabb kockázattal járó módszer a dohányzás kiváltására. Ennyi. Kerek. Szerintem is kerek, és én azt gondolom, hogy egy picit át kéne minden e-cigarettásnak, aki azt szeretné, hogy a környezetében
egyre többen térjenek át. Egy picit át kéne gondolni a saját viszonyát a tűdohányoshoz, és akkor szerintem minden remekül sínre fog kerülni. Köszönjük szépen! Önök a párásító nem fizetett hirdetését hallották. Te betyár. Te betyár. Angry betyár. Angry betyár. A... Te labanc. Van ennél nagyobb sértés? Hú, nem is tudom. Labanc. A visszatérve arra, hogy hol, meg mit lehet, megint elkezdtem pörögni a múltkori téma kapcsán, hogy repülőgép, nem repülőgép, és a többi, és a többi, és mit ad Isten, jött velem szemben egy link, ami a elektromos cigaretta szabályzást mutatja be interaktívan országokra lebontva. Ha nagyon akarom, akkor ki tudom keresni egy nagyon bután és szarul használható gördítő sávból, vagy egyszerűen ráviszem az egér kurzort a nagyon-nagyon pici Magyarországra mondjuk, és szerintem elég up to date, mert azt mondja, hogy elektromos cigaretta árusítása legális, de a nikotinos folyadékok forgalmazása tiltott, és legyünk felkészülve, legyen nálunk készlet mennyiség, amit esetleg, ha valaki ide utazik, akkor magánál van. Ezzel szemben mondjuk ráviszem Angliára, a Magyarország itt narancssárga, Anglia zöld, és azt mondja, hogy legális a vépelés Svédországban, szintúgy narancssárga, oroszoknál szintén, Kazaksztánban nem tisztázott a helyzet, Mongólia szintúgy, óvatosan. Kínában egyébként rohadt hosszú a lista, ezt csak most nézem, mert most vittem rá az egeret, de érdemes ezt is megkattintani, hogyha esetleg valaki a nagyvilágba pörgeti magát, és ami fura például, hogy Ausztrália is ugyanúgy, mint az Egyesült Államok külön zónákra van osztva, és ott is más-más szabályok vonatkoznak az egyikre, mint a másikra például. Brazíliában nem lehet, most nézem. Az marha érdekes. Nem megyünk. Hát azt mondják, Brazil akkor nem megyünk. Band. Banned, hogy így szép magyarsággal mondjam. De Argentínában is. A déli félteke... Magyarul bannázott. Igen. Azt mondom neked, hogy a déli féltekén, már hogy Amerika déli féltekén, nagyon durvák, mert Ecuadorban, de ott is narancssárga, legal, but treated as a tobacco product. És a többi, az mind vagy nem tisztázott a státusza, vagy be van tiltva. Egy elég nagy zóna. Nézzük meg Kubát, mert ez engem érdekel. Szerintem, ott azt se tudják, hogy van. Mexikó piros. Nem tudok Kubára rázoomolni. A francba. Nincs e-cigaretta. Ja. Szóval ez egy jó pofa kis térkép, illetve ugye Krisztiánnal beszéltem ma, mert vadáztam, hogy melyik reptéren lehet vépelni, és melyiken nem. Azzal kapcsolatban megnyugodtam, meg lett az a link végül is, amit én is vizionáltam még régebről, hogy Angliában lehet, viszont Amerikában pont a Kennedy-n ez a rákérdezős verzió lesz szerintem, mert az volt, hogy nem minden helyen és minden helyzetben lehet, majd kiderül, hogy mi merre hány méter, de ott is sok egyébként a piros Amerikában. Te, mi vagyunk narancssárgák? Hát azért, mert így... Ez csak egy költői kérdés. Azért, mert így, azt akartam, hogy így jönnek a színek, és azért, mert így jön, ott a tudat. Hát ilyen színűek a trafikok, na. Na, úgyhogy kis szó szerint színesként ennyi lett volna ez a
téma, és gyakorlatilag ehhez már nagyon nem tudok mit hozzáfűzni, úgyhogy jöhet a következő, ha gondoljátok. Jó. És hogyan kössünk át? A szaba, az e-cigaretta szabályzásról beszélgetünk, de vajon minket ki szabályoz? Az van, hogy minket senki nem szabályoz, szerintem. És mi sem szabályozhatunk senkit. Úgyhogy az lenne a normális, hogyha, amit már tényleg N plusz egyszer megbeszéltünk, hogy a döntéshozatalnál azokat, akiknek bármilyen nem is joguk van, hanem érintettsége, és itt most konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk egy hivatalos szervezet, mint például a Villanypára Egyesület, ha nem ők hoznák a döntéseket, hanem kikérnék a döntéshozók a véleményüket, adna neki egy jobb attitűdöt, szerintem. Még akkor is, hogyha konszenzust kéne egyes helyzetekben kötni az egyiknek, vagy a másiknak. Hát én itt a vagy másikot nem is reménykedem abban, de tehát hogyha lenne valami civil párbeszéd ezzel kapcsolatban. Többször próbálkoztunk már egyébként erre a fajta párbeszédre, sőt, meg is tudok lobogtatni egy irományt, amelyik úgy szól, hogy abban az esetben, hogyha ez hogy is fogalmaztak, abban az esetben, hogyha ez törvénykezésre fog kerülni Magyarországon, akkor majd kikérik a véleményünket. De én azt gondolom, hogy nekünk, és ezt a két alelnökömmel is megbeszéltük már, el fogunk indítani egyfajta együttgondolkodást, illetve nem is kell nagyon egyfajta együttgondolkodást, de nyilvánvalóan mindenkinek az ötletét szívesen veszünk, amelyik a nem létező dohány szabályozást leírná a mi szemszögünkből. Tehát, hogy vagy e-cigaretta szabályozást leírná a mi szemszögünkből. Nem kell nekünk föltalálni a spanyol viaszt, mi pontosan tudjuk azt, hogy mit szeretnénk. Mondjuk én nem szeretném, hogyha 10 millis utántöltőkkel lenne tele a szemetes, tehát ez a 10 millis határa szerintem idiótaság, mert pont a csomagolóanyag mennyiségét fogjuk ezzel megduplázni. Hát azt se felejtsd, de hogy a csomagolóanyaggal pedig a végfelhasználói árat. Fogod megdrágítani. Már a környezetvédelmi termékdíjról ne is beszéljünk. Arról már ne is beszéljünk. Tehát én legalább nem is tudom, egy ilyen max 50 millis kiszerelés, de a 20 milli fölött húznám meg valahol a határt, mondjuk 30. Mindenféleképpen. Egyrészt, ugye az szokott lenni ilyenkor az indoklás, hogy de hát ha a gyerek hozzáfér, hát pontosan azért gyerekzáros ezeknek a kiszerüléseknek a kupakolása, illetve hogy mi legyen a címkén, mi legyen feltüntetve. Nagyon szeretnék egy olyan szabályozást látni, amiben pontosan le lehet írni azt, hogy a gyártóknak mi a kötelessége, mit köteles föltüntetni, milyen bizonylatokat kell beszerezni az adott áruról, termékről, és én például kötelezővé tenném azt is, hogyha az aromán kívül más alkotóelem is kerül a likvidbe, például ugye beszélgettünk itt ilyenről, hogy kapszaicin, etilmaltól, mesterséges színezőanyag, és még sorolhatnék egy pár ilyen összetevőt, ami egyébként szokott víz kerülni a likvid keverés közben az anyagba, akkor ezt külön-külön tételesen föl kell sorolni. A biztonsági mondatokat azt mindenféleképpen jónak tartanám, illetve hát a veszélyességi jelöléseket, ami egyébként számomra egy picit azért torz, mert valami biztonsági jelölés a nikotinra érvényes, valami biztonsági jelölés mondjuk a propilenglikóra érvényes, vagy a növényi glicerinre. Tehát most ezt így egybe felsorod, akkor senki nem tudja, hogy melyik alkotóelemhez tartozó jelölésről beszélünk, és
hány százalékban tartalmaz ilyesmit. El kéne dönteni, hogy súly vagy térfogat arányokban kell ezt föltüntetni. Én föltüntetném például az aroma mértékét és az adott likvidben. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amiben lehetne egyfajta iránymutatást, ha úgy tetszik, egyfajta szellem törvényt gyártanunk, és ezzel kopogtatni az ajtón, mert azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal hasznosabb dolog lenne, mint mondjuk lekurvanyázni a fél politikus gárdát, és utána mosolyogva bemenni hozzájuk, hogy akkor mi a véleményük erről. Ez tök jó, le nem maradjak erről. Nekem van egy ilyen kis vázlatom, amit az EPI alatt kezdtem összeírni, hogy hogyan néz neki szerintem egy épeszű szabályozás, akkor azt majd bedobom a közébe. Zsír. Hova tűnt fifika? Azt hagyjam, hogy fifika, de neked is elég hullámzó volt. De mondom, pont ezen dolgozunk, és így pik, kiléptél, vagy eltűnt a Skype a képernyőmről. Belaboltattál minket. Megint a kínaiak. Ne mondjál ilyet, mert a végén még valaki ezt is komolyan veszi, hogy mi ennyire el vagyunk szállva magunktól, hogy még a kínaiak is tőlünk veszik az ötleteiket. Akkor valamit a múltkor rosszul fordítottak, mert ugye, náluk is kezdik bannolni az e-cigaretta dolgot, de hát erről ugye a múltkor beszéltünk, amikor te nem voltál itt, csak a klónod. Igen. Na, és ha már szabályzásról beszélünk, akkor magunknak mit engedhetünk meg? Már hogy mire gondolsz magunknak, e-cigis társadalom? Nem, mi személy szerint magunknak mit engedhetünk meg? Ki milyen tisztségében van jelen, és amikor nevet, vállat von, mosolyog, csillog a szeme, esetleg mérges, esetleg 18 éven fölülieknek szóló kijelentéseket tesz, akkor milyen minőségében teszi mindezt egy podcastben? Uh-huh. Ja, értem, mire gondolsz. Kezdjük a legbékésebb, békés Jámbor Mujóval. Velem. Hát te mit gondolsz erről? Te milyen minőségedben vagy itt most? Én azt gondolom, hogy szabadidőmben készítjük önmagunk és mások szórakoztatására ezt a műsort, mint magánemberek erről. Én így definiálom magamat. Az jó volt egyébként, hogy mondtad a szórakoztatást is, mert múltkor is mondták, hogy hosszú, rövid, ez volt az egyik, sapka, nincs sapka. A másik, hogy miért van benne film, meg ilyen hülyeségek, az meg azért, mert nem lehet mindig elcigiről beszélni. De mit is mondtál szórakoztatására? Igen, tehát azt azért jól el kell tudni különíteni, nem nekünk, hanem a hallgatóknak a fejében, hogy azzal, hogy száraz adatokat, tényeket, cikkeket közlünk, az lehet, hogy érdekes egy darabig, de egy idő után unalmassá válik, pláne annak, aki véletlen ráakad esetleg, és mondjuk pont a mi három emberünk hangja miatt kezd el gondolkozni azon, és azért az büszkeséggel kell, hogy titeket, kettőtöket is, és engem is eltöltsön, hogy volt már talán múlt héten, vagy azelőtt, és ne kattingass bele, némítsd el a mikrofonod, sorvadj el. Én voltam. Hogy lejelentelek. Jó, hogy volt olyan ember, aki elkezdett szemezni az elcigizéssel, és mindenféle gond és probléma nélkül visszahallgatta mind az 51 néhány adást az elejétől fogva, azt mondja, 2,5 hetembe telt, végighallgattam az összeset. Az mondom, de rég barátom, akit meg is tapsoltunk. Szóval szórakoztatni is kell, viccesen is kell, ne is legyen túl unalmas,
ne is hazudtoljuk meg magunkat. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az elején is elmondtuk, hogy kik vagyunk, és ilyen érdekes támadás is érkezett, hogy azért, mert név nélkül, és ezt annyira nem szeretem, mármint úgy, hogy nem említik meg, de tudod, hogy rád gondolok, hogy a Magyar Villanypára Egyesület elnöke egyébként, aki a podcastben is, és nem teszi a dolgát, mert nem kérdez rá olyan dolgokra, senki nem kérhet minket számon, arról beszélgetünk, amiről szeretnénk, magánemberként. Engedtessék már meg, hogy ne 0-24-ben legyen Ficsor Zoltán a Villanypára Egyesület elnöke, vagy mit tudom is én ne 0-24-ben legyek olyan ember, aki azzal foglalkozik, hogy milyen készülék van épp a kezében, vagy ne egyfolytában azt hallgassuk a Mujótól, hogy éppen a jó farszalinosz doki mikor fésült-e jobbról balra a haját, vagy balról jobbra. Tehát az, hogy magánember, vagy nem magánemberként, vagy milyen minőségünkben szereplünk, az szerintem ezzel a mondattal és ezzel a ponttal itt befejeztem. Az meg, hogy mit mondunk, meg milyen stílusban és milyen szakmaisággal, azt már elmondtuk egyszer valamikor a közelmúltban, hogy az ajtó mindenki előtt nyitva áll, viszont nekünk van az mostani 7 adásával együtt 59 adásnyi behozhatatlan előnyünk, meg kell próbálni nem elégedetlenkedni, nem hangot fölemelni, nem paraszt módjára kérdés, kérés nélkül megmondani a frankót, és személyeskedni. És ráfűzök erre, mert igen, vannak mindenkinek érzései. Férfiak vagyunk, és nekünk is. Gondolataink is vannak, érzéseink is. De amikor én azt olvasom személy szerint azon a fórumon, amire nem mentem föl mondjuk egy hónapja, és úgy szól nekem egy kereskedő, hogy menjél föl, mert köpködnek. És azt olvasom, hogy az első pár videóján milyen jókat kacagtam, hogy mit akar, mikor egy kultúráltat tekerni nem tud, vagy egy épkézláb mondatot összeszedni, az egész annyira kényszerű, mű dolognak tűnt. Én most mondhatnám, hogy leszarom a véleményét, de tőle még nem láttam videót sem. Nem láttam őt mondjuk egy órán keresztül beszélni, hallani sem. Nem kell oda kamera sem. Az meg, hogy ki miért teker, ez szerintem ez a legpitiánerebb dolog ilyenbe belekötni. A mai napig bátran vállalom azokat, amiket mutattam és elkészítettem. Csak én nem mondtam a mondat végére azt, amit Blacky, hogy hát sietve raktam össze, és most ne nézzétek, hogy milyen tekerés, ez egy ilyen káosz tekerésre sikeredett példának okáért. Mert én úgy érzem, hogy most tök mindegy, hogy ki mit csinál. Az a lényeg, hogy mondjuk én nem a Blacky vagyok. És nincs rajtam sapka most éppen ezért. Meg hogy engem valaki megtanít mikrokoilt tekerni, és onnantól kezdve a Cloud Chase meg a 04 az Isten. Nem tudom, mondtam én ilyeneket folyamatosan és fest itt is, vagy a videókban is, hogy az ellenkezőjét. Egy óm alatt nincs élet. Igen. Szóval én úgy gondolom, hogy az, hogy én mit csinálok itthon, magánember, mi voltomban, a videóimban sosem tettem olyat, hogy direkt letekertem, és hiába beszélünk itt a 0,4-ekről, tehát azért nem kell elszédülni egy 4/10 ohmtól, nem olyanokat tekerek én sem sosem, mint amiket a hülye amerikaiak, és attól függetlenül ugye mindenki tudja, hogy a megfelelő felkészültség birtokában aztán bárki azt csinál, amit akar. Engem se érdekel. És azt is megkaptuk egyébként, Fifika, te is egy kicsit érdekelt vagy ebben. Itt vagy?
Itt néha szakadozol, de Szerintem figyeltem akkor végig. lehet, hogy te szakadozol. Szóval a legutolsó kezdeményezésünk, és akkor itt rákötök kicsit az előzőre, hogy ugye szórakoztatni kell az embereket. Azt is megkaptuk, hogy ez a kezdeményezés, amit viccesen ugye négyen mondtunk el, én ezt igazából a Big Four-ra szerettem volna asszociálni, de hát nem mindenki szereti a Metallicát, Anthraxet és a többit, és a többit, és nem tudják, mi az a Big Four. Úgyhogy egy huszáros vágással ugye az lett a címe a videónak, hogy a Fantastic Four. De természetesen ezt is megkaptuk, hogy ha csak Blackie meg Lölő adta volna elő, akkor sokkal hitelesebb lett volna. Ez önmaga paródiája lett az egész. Egyébként az önmaga paródiájában benne volt nekem körülbelül egy ilyen 8 óra utómunkám, úgyhogy ezúton is köszönöm annak az embernek, aki ezt a kommentárt így megtette. És nem tudja, biztos nem, mert annyira nincsen képben, hogy azt a szöveget azt én írtam. Tehát én bárkinek szívesen a kezébe adom, és olvassa föl, vagy mondja tolba. Egyébként ugye a történethez hozzátartozik az, hogy mindezt egy súgógép előtt olvasta mindenki, azonos sebessége, mondjuk nekem állandóan gyorsabban olvastam, ahogy a szöveg megjelent, úgyhogy néha ilyen be kellett lassítanom, hogy följöjjön a következő sor. És ugye az eredeti verzióban ez egy négy bevágott dobozban egymás után mondtuk volna el, csak gondolom, hogy ez sehogy nem jött össze. Nem tudtam igazából látványosan úgy lassítani a többieket, hogy ne legyen gáz, úgyhogy azért lett végül is ilyen, de ez körülbelül azt hiszem a negyedik vagy az ötödik verzió volt, és előtte órákat basztam el vele, hogy hát ha sikerül abból is valamit kihozni, de mindegy, hát nem A ez. szöveg az pedig négyünk által közösen jóvá hagyott, itt-ott-ott betoldott szöveg volt, aminek a nagy részét a Charlie írta meg. Nyilvánvalóan, hogyha tudjuk előre, hogy nem kell erre a sebességre nekünk figyelni, akkor ez egy sokkal életszerűbb lehetett volna. De hát nem is tudom. Maga az akció, amíg a nyersanyagokat összeszedtük, az már hónapokkal ezelőtt kész volt. Charlie-nak meg nem jött össze az, amit terveztünk, és akkor úgy volt vele, hogy ne dobjuk ki, csináljunk belőle egy ilyen videót. De ilyenkor nekem mindig az jut az eszembe, hogy miért azok az emberek trollkodnak, érted, akik semmit, de semmit az ég adta a világon nem csinálnak, azon kívül mondjuk, hogy egy ilyen közösségi oldalon köpködik a másikat. Tehát, hogy akkor álljon neki, írjon egy másik szöveget, beszéljen a haverjaival, csinálják meg, és akkor majd Lépjen be a utána Villanypára Egyesületbe. nem kell, hogy belépjen Charlie. Nem kell, Utána, csak na, egész más utána, az attitűd. utána, utána majd röhögjön jókat, hogy az övé mennyivel jobb lett, mint a miénk, és ennek, ha hiszi, ha nem, egyébként mi is örülni fogunk, mert egy közösségi videóval több kering ebben az országban. Tehát senki ne gondolja azt, hogy mi azért csinálunk bármit is, hogy más ne csinálhasson hasonlót. Igenis, lehet, tessék nekifogni, le lehet gyártani, akármi, csinálja meg. Amúgy, ha megnézed az összes videót, mondjuk az én első videómat, annyit őztem, hogy azonnal tudták, hogy melyik tájékról származom, de az ember a harmadik, negyedik videónál azért belejött ebbe a dologba, jobban figyelt, többször vette föl. Azért egy-egy ilyen negyed, fél, háromnegyed órás videó mögött lehet, hogy másfél óra nyersanyag lapul, és azt úgy, ahogy tudod, összevágod. De én például nyuszifüles tekerést, ezt a Charlie videójából tanultam meg. Lehet, hogy akkor elsiklottam fölötte, nem is figyeltem, mert azért megnézegetem, hogyha új videók jönnek föl. De milyen piszok jó volt, hogy két kattintással megtaláltam a GT, vagy Gélyes. a GS videót, rákattintottam, oda tekertem,
ahova kellett, mert hogy ugye oda lehet tekerni, tehát tudja ezt a kurva YouTube, hogyha valamit nem akarok végignézni, akkor nem nézem, oda tekertem, megnéztem, hogy mit tekert, megcsináltam, és működött. Tehát innentől kezdve, én nem tudom, mi a probléma. Egyébként meg mindenki a saját munkájával legyen elfoglalva, és dicsekedjen, és verje a mellét. Én személy szerint annak örülnék a legjobban. Tehát a másfarkával a csalánt verni, azért ahhoz valljuk be, nem kell tehetség. Nekem 4 remek közhely jutott erről az egész olyan eszembe, és azt szerintem csomázza a véleményemet róla. Mondjad. Az első, a vélemény olyan, mint a segjük, mindenki van. A második, kritizálni a legkönnyebb. A harmadik, akinek nem tetszik, ne nézze. A negyedik, ha nem tetszik, csinálj jobbat. Egyébként ez az, igen, akinek nem tetszik, ne nézze, ez zseniális, mert a podcastnél is múltkor elmondtuk, akinek sok volt, hogy van az a két kis függőleges jel a lejátszón, az a pauz, és akkor lehet folytatni. A videónál meg van olyan, hogy skip. Át lehet ugrani, vagy meg se kell nézni. De egyébként már azt is megkaptam, képzeljétek, hogy egy, én vagyok a név nélküli véper, hülye vagyok az arc nélküli véper. Az tegnap én is voltam. Ami egyébként úgy nézzetek már az emberre, hogy az szerintem vaságyjel együtt nincs 60 kiló, én meg majdnem a duplája vagyok. Kettő, semmilyen maszk nem takarná el a villany, nem a gázóra fejedet. Igen, illetve tulajdonképpen megcsináltatom mással a videót, jól körítve, aztán mosom kezeim, és vizet prédikál. Aha, tehát azért nem, tehát érted, hogy tehát, hogy amit már én nem merek kimondani, azt kimondatom valaki mással, aztán fölteszem, hogy hát nem én mondtam. Na, ilyen is, tehát ez a van sapka? Nincs sapka? Füstülő általában ezek a gondolatok azoknak az embereknek a fejében ugranak be így egy pattintásra, akik ugyanezt teszik. Érted? De különben ez pont olyan volt, hogy mikor ezt olvastam, két ember megjegyezte, hogy hát ez az arc nélküli, az az igazság, de nem hiszitek el. Én megvágom úgy a videókat, hogy talán akkor egyszer végignézem, de a szövegre sem emlékszem kurvára, mert nem arra figyelek, hanem a vágási pontok, ide effekt, oda anyja, és a végén fölrakom, és frankom van, hogy meg se nézem a videót, nem tudom, miről beszél benne. Megadom neki a lehetőséget, hogy a saját véleményét elmondja. Azért, mert én tudom, hogy annó milyen nehéz volt a nulláról elindulni, nincsen hozzá szakmai tudása, fölveszi a telefonjával, otthon, nem tudja, hogy kell megvágni, nincs rá eszköze, lehetősége, megcsinálom, helyette fölrakom. Egyébként egy külön, hogy mondják, ez nem feedbe, hanem egy ilyen lejátszási listába, külön a Boriszt és az arc nélkülit. De és engem se érdekel egyébként mindegyik videó. Sőt, Phil Buszárdónak is van olyan videója, amit nem nézek meg. És tudom, hogy Blacky, amit mond, az csak igaz lehet, és az mindennek az alfája és omegája, most szarkazmus tábla fönn volt, mert hogy én más se csinálok, csak bemutatom a készülékeket, de akik ilyen okosak voltak, tudnátok mutatni még egy hazai weboldalt, vagy mutassatok egy nemzetközit, nem akarom túlfényezni magam, akik azokat a készülékeket, amiket tesztelnek, azokat lepontozzák, hogy esetleg aki hülye hozzá, mert azt se tudja, hogy mi az, hogy elektromos cigi vagy mod, az esetleg valamit kap segítségként, ingyen, ingyen. Mit kapsz ingyen a közértben? Semmit. Tehát, hogy ezért van egy ilyen, Fifika, Scott Boner hányszor volt a kezében izével mondjuk akár csak egy tankométerrel, multiméterrel. Egyszer. Scott Boner, én kérek elnézést. Mekkora ez olyan, mint hogy gyökér. Phil Buszárdó ilyen videót csinál, van neki 100 000 követője. Rip Tripper csinál egy olyan stílust, van neki x ezer. Scott Boner, van neki egy másik követő tábora. Sorolhatnám még.
Navy Lifeguard, meg az anyám kínja, mind más és más, de ettől lesz az egész jó, hogy akit ez érdekel, azt nézi. Akit meg amaz, az meg a másikat. Tehát, még egy közhely. Igen. A változatosság gyönyörködte. Krisztián, kifogyhatatlan tárházát durrogtatod el itt ezeknek a minőségi patronoknak. 10 millió légy nem tévedhet. Ennyi. És azt biztos, hogy nem látja senki, hogy mennyi munkánk van tényleg ebben benne, hogy mennyi konfrontációnk van, Fifikon, akár neked, akár nekem, akár bármelyikünk másnak a családjával is azért, hogy utána ezektől az emberektől ezt megkapjad. Hogy hát, semmit nem csinálsz, meg ha csinálsz, azt is szarul. Mert csak azt látod, és akkor segítek. Próbálunk kicsit szórakoztatóbban, kicsit populárisabban, én legalábbis hozzáállni ehhez az egészhez. És a különben már ezen gondolkozta a fiúk, elértük azt a szintet, amit akartunk. Fölnőttünk Győzikéhez, és fölnőttünk Hajdú Péter frisbiéhez. Mindenki köpködi, de senki nem nézi, és senki nem látott belőle egy adást. Pont ugyanezek vagyunk már lassan, vagy vagyok én, bocsánat, nem akarlak titeket is lehúzni az ártányba, de a teljesség igénye nélkül, hogy mi az, amire elbaszom az értékes időmet a családom helyett, rátok kedves köpködők, csinálom az igénytelen tekerésekkel az igénytelen videóimat, csinálom az igénytelen weboldalt, ahol összegyűjtöm ezeket értékeléssel, szövegesen, amit senki a büdös életbe itthon nem csinált. Miért ezek a cikkek nem magukat írják? De az úgy van, hogy van nekem két maláj kurva lent a garázsban, és azoknak diktafonba bebeszélem, és utána ezt leírják. Igen. Ott van a weboldal, ott van a podcast, ami több mint egy éve elvesz minden adásnapon 6 órát az életemből, nem panaszkodom. Aztán mi van még ott? Ott van a wiki, ott van a cikksorozat, senkinek nem... Tehát, amit beszéltünk az autóban is, mikor jöttem hazafelé, Fifika. Tehát, hogy ugye ez az sem ingyen adják a piacon, hogy vesz az ember egy hírlevélkezelőt, hogy az emberekhez eljusson az információ. De nem baj. Tehát ezt nem kell tudni az embereknek, csak ekkora nagyot ne csulázzon már, mert a szél így visszafújja, és saját magát köpi arcon vele. Szóval... Hát ez így van. Így van, tehát az a fölköpök és alállok című fejezet. Utolsó közhely. Hallgattál volna. Bölcs maradtál. Bölcs maradtál. Köszönjük Krisztiánnak a igen hasznos tartalmi. Fölcsapta biztos tudod a közhely szótárat is. Én most ezennel a kultúra rovatba betenném, mert hogy ugye az még nekünk üres, betenném Déri Tibor G.A. úr X-ben című regényét, illetve hát annak egyfajta ilyen összefoglalóját a www.tankönyvtár.hu-ról, hogyha valakit érdekel, egyébként olvassa el, én azt hiszem 5 évig szemeztem vele a polcon, mire nekiálltam elolvasni, és egy zseniális regény. Tehát a végére öcsém visszafelé gondolkozol. Tehát nem, hogy megtanulsz visszafelé gondolkozni, hanem hogy úgy visszafelé gondolkozol. Tehát, cigit se szívod, hanem fújod? Fújod, igen. Olyan zseniális a regény, ha nem olvastátok volna, hogy ezt 56 után, amikor szabadult, illetve a börtönbe kezdte összerakni a könyvet, és aztán, amikor szabadult, akkor írta meg. És a zsarnokság idején megjelenhetett ez a könyv, és kiadták, és igen szépen fogyott is. Ami egy képzelt világban játszódik, és sokszor, ha fölmegyek a fórumra, én is egy ilyen képzelt világban vagyok, és tényleg, mintha a semmit nem csinálnék, és tényleg nem a családomtól és az életemből venném el az időt azért, hogy
másoknak esetleg jó legyen, vagy jobb legyen. Azoknak a kényelmes embereknek, a fotel forradalmároknak, akik csak megnézik, és azt mondják, hogy ez szar. Szar. Érted? És akkor egy mondatban elintéznek mondjuk három hetedet, mert egy darab szar vagy a szemükben. De, bocsáss de meg, nem, bocsáss de, meg. De nem adjuk föl. Tehát most üzenem, hogy nem adjuk föl. Nincs meghátrálás. Ezek az emberek egy héttel később megnéznek még egyet, csak hogy elmondhassák, hogy az is. Mekkora. Én úgy hívom őket magamban, találtam erre egy gyönyörű kifejezést, igaz, hogy angol százból nyers fordítás, de annyira jó. Ez a retorikai aktivisták. Különben, tehát... különben nem volt az olyan régen, és azért próbálom kérdezni tőletek, hát ha emlékeztek rá, hogy emlékeztek-e arra, hogy mikor kezdtem én ezt az egészet? Vagy milyen körülmények között? Hú, épp ez jutott eszembe, amikor mondtad, hogy nekem először a Dudus küldött át egy linket. Akkor már kész volt az oldalad, és azt hiszem egy vagy két videó volt fönt, már nem tudom, tehát még eszméletlen szűk volt, de már ugye a tartalom meg az egyébként látszódott, hogy mi van. És átküldte a Dudus a linket, hogy nézzem meg, hogy milyen ügyes, és ugye ez pont úgy volt, hogy Blacky akkor már eltűnt, gyakorlatilag tele lett a hócipője azzal, hogy 100 hülyeségről kap levelet naponta, és hogy mindegyiket megválaszolja, és a fórumotnak bizonyos részeit karban tartsa, és nem tudom, akármi. És földgyűlöm lett benne az egész, és egyszerűen azt mondta, hogy nem, és kivonult. És eltelt nem tudom mennyi idő egyébként a Blacky meg a te oldalad között, de volt, tehát ez nem úgy történt, hogy ráugrott a piacirésre, mint macska fölnyitott konzervdobozra. Gyöngyük a takonyra volt bennem, de... hanem, hogy volt egy bizonyos idő, ami eltelt, és akkor megnéztem, hát jó, hát majd elfogy a lelkesedés, vagy nem tudom én mi. És akkor visszamentem egy ilyen 3 hét múlva, megtaláltam megint Dudusnak ezt a bejegyzését, és akkor visszamentem. Ez a nyomorult csak nem adta föl. És ez a nyomorult nem adta föl, öcsém, és akkor nézegettem, mert tényleg ilyen tök idegen fej, meg hát ugye mi élőben elég későn találkoztunk, tehát előtte már több közös akciónk volt, mikor élőben találkoztunk. És nem adta föl. És akkor jöttek az ilyen szirén hangok. Te láttad ezt az egyszerűen, ez olyan akar lenni, mint a Black Cat, mondom, kurvára nem olyan akar lenni. Egyrészt, és akkor így belém hasított a fölismerés, hogy basszus, itt vannak leírások is. Először nekem föl se tűnt. Az a bajom, hogy sok komolyan, embernek nem tűnik föl. Hogy először nekem föl se tűnt. És akkor már a 20. embernek próbáltam azt ecsetelni, hogy én a Charlie-val nem azért vagyok jóban, mert a világ legjobb haverjai vagyunk, és mi gyerekkorunkban együtt kergettük a cserebogarat a homokozóban, hanem azért tisztelem, amit csinál, mert egyrészt csinálja, másrészt szerintem teljesen jól átgondoltan, tematikusan összerakva, fölépítve, és már hányszor próbáltuk, és ezt lehet, hogy már mondtam a podcastekben, hogy hányszor próbáltunk a fórumon rendet tenni, átláthatóvá tenni, nem tudom, Inkvis neki állt, Loloke is neki állt, mindenki neki állt rendet tenni, senkinek nem sikerült. Maga a fórum szerkezet olyan, hogy ott nem lehet jól átláthatóan két kattintással megtalálni, amit keresel. Charlie oldalán megtalálod. És akkor ráadásul ugye később ez kvázi egy picit nyitottá is vált, mert ugye más is írhatott bármit, amit a Charlie felrakott az oldalra, és most már ezt lehet látni, hogy ez egy teljesen nyitott projekt lett, Wikivel, levélküldőrendszerrel, amit azért én mondok el, mert a Charlie nem mondta el senkinek, én is egy ilyen elejtett félmondatból tudtam meg, ő kifizetett 61 néhány ezer forintot azért, hogy a nem tudom én, a nyugtató nevű köcsög megkapja a heti hírlevelét úgy, ahogy azt meg kell kapni, és hogy jó nézzen ki. És ilyen ebben senki nem gondol bele, és mindig azzal jön
egy csomó ember, hogy de mi ezzel a célja? Hát ugyanaz, ami 2 évvel ezelőtt, vagy ugyanaz, ami 1 évvel ezelőtt, semmi. Az, hogy neked legyen egy helyed, ahova ha kattintasz, megtalálsz mindent. Érted? Mert ha azt mondaná, hogy fizess előbb 5000 forintot, aztán kattinthatsz, akkor lehet, hogy azt mondanád, hogy nem fizetek. Ennyi. De kis akkor se, van. Akkor se lehetne egy büdös szava senkinek sem. Érted? De az a jó egyébként, hogy azok az emberek, akik így imádnak fikázni, hogyha most éppen Charlie-ról van szó, de akár általánosságban is beszélhetünk, tehát hogyha ezeknek az embereknek a céltáblája, hogyha ne adj Isten, kicsit kevésbé bírja a célnál, és egy kicsit kevésbé türelmesebb, és azt mondja, hogy tudjátok, mi passzhatok, nem fogom a saját időt erre áldozni. Elmegyek inkább, hogy kivják hullahok karikázni holnaptól, akkor ugyanezek az emberek lennének a leghangosabbak, hogy mekkora szar, hogy semmi nincsen, nem találni tartalmat, tehát azonnal az űr kezdene el fájni nekik, és ezen vernék a nyálukat. Egyébként így egyszer, most már ugye hülyeségéről beszélgetni, de egyszer kipróbáltam volna, hogy mi lett volna, ha mondjuk 2 napig nem elérhető az oldal. Képzeld el, hogy gondolkoztam rajta. Már csak azért, még mert szerencse, hogy mégis türelmesebb vagy. Ti benne vagytok a halmazban. Volt egy ilyen érdekes elejtett mondat, hogy persze mindenki tudja, mit akart épp azután, hogy Blacky felszívódott. És hát a mindenki halmazába ti is beletartoztok, hogy ezt megkérdezni, mert én nem tudom, hogy mi volt a célom, mit akartam. Nem az a baj, nem az a baj. Az a baj, hogy a Blacky se tudja. Ja. Mert egyébként én visszanéztem utólag, valahol 3 és 4 hónap között volt az, hogy Blacky, és vagyunk a Blackyvel annyira jó barátok, és nem csak fórumos ismerősök, hogy azért azt elmondhatom, hogy neki nagyon tele lett a fasza mindennel, és mindenkivel, és azért ment el. Szó nélkül. És ennyi gyakorlatilag. Egyébként, amit még mondta, hogy teljesen ingyen, csinálom az egészet, ez nem igaz. Mert például olyan hatalmas dolgokat is kérek azért, és ezért is volt köpködés, hogy amit megállapítottunk, és aztán látod, hogy kicsit hajlottam afelé, és Krisztiánnak igaza volt, a Wiki az egy olyan rész az oldalon, egy központi résznek kell lenni, és sajnos nem ír senki kérdéseket. Tehát addig nekem még csak a gondolatát se próbálja senki azt mondani, hogy nem csinálok semmit, amíg ő annyit nem tesz, hogy egy kurva kérdést föltesz ott, ami 50 karakter se. Odaírja, amit nem tud, és aztán vagyunk 5-en az oldalon, akik meg tudják válaszolni, nem teszi meg. Tehát addig nekem, sőt, kint van hetek óta a videó, hogy légy te is szerkesztő, ott van, fő oldalon. Hányan jelentkeztek? Pont ennyien. Így van. Pont ennyien. Úgyhogy a nagyi szokta mindig mondani egy pofa alapállásba. Én ezt nem mondom, csak várom, hogy más is megmutassa magát, és bárkinek kiteszem a videóját. Nem csak ennek, meg nem csak annak. Aki nekem ír, és az én oldalamon, én úgy gondolom, hogy annak a videónak helye van, kiteszem. És ha én vagyok olyan szociálisan érzékeny, hogy két ember ember azt mondja, hogy nem kéne az oldalra ez a Boris, meg ez a arc nélküli. És én vagyok olyan szociálisan érzékeny, hogy ezt megteszem, hogy fölteszem a kérdést, hogy gyerekek szerintetek, na akkor utána ez is baj. Hogy én is érzem, hogy valami nem stimmel, mert megszavaztatom. Nem. Csak szeretném, hogyha aki följön oda, jól érezné magát a sok hasznos tartalommal egyetemben. De lehet, hogy aki köpködi ezt a két embert, nem látja, hogy nekik is mi munka van benne, hogy valaki orosz akcentussal, tört angolsággal beszéljen, és nem tudja, hogy mi megy mondjuk az offline világban, vagy esetleg a Facebookon, mert fönn sincs rajta. És hogy ez a két karakter, ez két iszonyú erős
tükör, görbetükör azoknak az embereknek, akik azt se tudják, mit csinálnak, és mégis naponta teszik fel a hülyébbnél hülyébb kérdéseket 5 percenként minden csoportba. És akkor most fölrántom a leplet, vagy lerántom a leplet. Ezeknek az embereknek tart görbetükröt. Nem nektek, hogy akik úgy is tudjátok, hogy mi a dörgés, vagy nem. Mert mi se tudjuk, hogy itt mit akartam, tehát kiderült. Úgyhogy hát ennyi lenne. De ha már lerántottad a leplet, mennyibe kerül egy kibaszott hírlevélküldő, akkor elmondom, hogy havi költsége is van neki, de hát erre is szarjunk rá. Nem ezért. Én inkább arra lennék kíváncsi, Charlie, hogy ha már ilyen áldatlan állapotok vannak, hogy Blacky, akivel közismerten nagyon rossz a viszonyatok, most mégiscsak visszapofátlankodott erre az internetre. Milyen lépéseket tervezget, vagy fontolgass, hogy kitúrd ismét az internetről? Fölvettem a kapcsolatot egy-két külföldi internet szolgáltatóval, és próbálom beazonosítani, hogy hol van. Zónánként, területenként kapcsoltatom le az internetet. London lesz most a hétvégén a soros, utána jön Birmingham és környéke, tehát aki ott van és nincs áram, tudja, hogy miért van. Blacky, megtalálnak. Lelki szemeimmel hallom az üldözési jelenet zenéjét, és látom Blackit egy ilyen régi Volkswagen kis buszba, ahogy halad, ahogy a bal oldalon próbál, az angol utakon. És ahogy próbál kalóz internetet fogni, mert a Charlie üldözi. Egyébként meg Charlie sokkal egyszerűbb, adok egy doboz flopit, töltsd le előle a netet. Pornó nélkül, mert úgy tényleg ráfér. Úgyhogy igen, és azt se tudják azok, akik itt tudatlanul osztják az észt, hogy én személy szerint, Charlie, napi kapcsolatban vagyok veled, Blackyvel, minden nap beszélünk, vagy szóban, vagy írásban, úgyhogy ha lenne már hátsó szándék, akkor azt már ő tudná a leghamarabb, vagy legelőször. Ez most nagyon szarul jött ki, tehát ezt a mondatot, Charlie, hogyha lenne hátsó szándék, akkor ő tudná meg legelőször. Valószínű egyébként. Várjál, bocsánat, ő tudta volna meg legelőször. Hát tök mindegy, mert úgyse lehet megmagyarázni semmit. Ezt most már tehát... nem tudod kimagyarázni. Persze. Tehát... Azért mondom, Blacky. Nézd sűrűn magad mögé. Igen, és hogyha hirtelen... Tudjátok, mikor a filmekben ez a kurva nagy kattanás, mikor az olaj kapcsol, így bum, durran egyet, és akkor a városban így... Így elsötétül minden. Blacky, ha ilyet látsz magad körül, ott vagyok. Megyek érted. Vagy küldöm Jason-t a péntek 13-ból. Na, hát ennyit arról, hogy mennyire az anyagi haszonszerzés a cél, meg hogy dilettáns fasz vagyok, aki más hátán fölkapaszkodik, vagy nem. Ezt a témát én itt lezárom. Úgy gondolom, hogy a fórumra sem fölösleges fölmennem, mert egy, minek, kettő, nem tudok ilyen hülyén tanácsokat osztogatni ezeknek a géniuszoknak. Kettő, hogy is van? Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el. Nem kell nekem ott lenni, ahol nem látnak szívesen. Van nekem elég dolgom a weboldallal és a környékén, illetve a podcasttel. Úgyhogy ennyi. Én itt a témát lezártam. Ezt a témát. Pont. Még annyit akartam mondani, hogy volt egy ilyen zátonyra futott kísérletünk annak idején. Fél évig minden egyes hét, hogy is volt? Hétfő, szerda, vasárnap? Nem, a hétfő nem volt, mert... Akkor ked, csütörtök. Ked, csütörtök, vasárnap. Igen, mert csütörtök podcast volt. Igen, emlékszem. De minden egyes héten, ezen a három napon kezdőknek tartottunk egy videós összejövetet, ahol természetesen
a vén öreg szarháziak ültek össze beszélgetni, és várták, hogy egy kezdő bejöjjön. Mindenféle fórumon hirdettük, próbáltuk ezt fél évig, mert és fél év után azt mondtam, hogy hát, akinek hat anyja van, gyerekek. Aztán négy, azaz négy darab kezdőt tudtunk fél év alatt becsábítani a közösségbe, és marha jó volt, mert ugye videója volt mindenkinek, meg tudtuk mutatni, vagy ő meg tudta mutatni, hogy mi a problémája, stb. Stb. Mondjak egy kezdőt, akire emlékszem? Mondjál. Matthias, a seggíző. Igen. Igen. Ott jött, és fél órán keresztül magyaráztuk neki, hogy hogy kell a Genesis-t megtekerni, amit egyébként nem tudok, hogy kell megtekerni, hiszen nem mikrokoil. Ott kezdtük el neki magyarázni, mert hisz seggíze van folyamatosan. Seggíze van a Genesis-nek. És aztán el is adta a Genesis-ét. De hogy tényleg az ember mi mindent megtett azért, hogy ez a közösség bővüljön, illetve szélesedjen. Van még egy óriási dobásunk, de azt, illetve nekem egész pontosan egy óriási dobásom, de azt akkor köpködjék, amikor majd a piacon lesz. És akkor kíváncsi leszek, hogy ki fogja ezt az eszközt úgy használni, ahogyan kell. De ezt majd akkor meglátjuk. Addig csak ilyen, persze, hogy hívják ezt? Addig csak hype-oljuk ezt az egészet, és majd még a hátralévő pár podcastben meg fogjuk említeni, hogy ez lesz a vépelés szent grálja. De... Én azt hittem, hogy beszállsz a bikacsöbb piacra. Oda is. Abba is. Oda is, meg a Szilárd Liquiden dolgozok most éppen egyébként. Csináljuk azt egyébként, hogy az elégedetlenkedő embereket most hívjuk el a 100. jubileumi podcast találkozóra, és mondják el a véleményüket ott a mikrofon előtt. Igen, és én már most mondom, hogy nehogy az a vád érje őket, hogy azért jönnek, mert likvidet osztunk, nekik kell nekünk hozni likvidet, bocs. Ja igen, mert azt is úgy összeizéltük, csak azért, hogy föl legyen hype-olva a dolog, és annyian voltak a találkozón, mint még soha. Én ezzel nem értek egyet egyébként. Tehát akinek nem tetszik, az legyen szíves, inkább szerintem ne jöjjön el. Tök jó hangulatú volt a múltkor, és kár lenne azt megmételjezni néhány savanyú fasszal. Jó, akkor ez a demokrácia, fiúk. Azt mondta, hogy ne. Akkor ne. Akkor... De ez még csak egy a kettő ellen. Így eszembe jutott ez a savanyú fasz, érted, hogy így láttam magam előtt, tudod, az a lecellafánozott üvegbe. Ja, azt hittem hirtelen, hogy érezted az ízét a szád. Ráhúzva kétszer az ízét a befőttes gumit. Befőttes gumit, hogy milyen szép lehet egyébként. Jó, hát ennyi. Mindenki már szeretettel várunk, sok-sok likviddel locsolgatjuk majd a mesztelen nők testére, és onnan kell eldrippelgetni. Erről két dolog jutott eszembe, az egyik egy bónusz közhely, savanyú a szőlő, és több közhelyet ma már nem mondom. A másik meg egy ismeretterjesztő blog. Közhely. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Napóleonnak a pénisze az konkrétan el van téve dunsztos üvegbe, mert miután elhúnyt ott Elba szigetén, vagy hol a fenébe, vagy Korzikán, és itt hiányosak a történelmi ismeretei mezügyben, utána az orvos, aki végezte a boncolását, az nagyon utálta őt, és nemes egyszerűséggel lemetszette a férfiasságát, és eltette emlékbe. Istenem! Mi járhatott a fejében? Ezt abszolút nem. Én most ezt a faszt jól levágom. Nekem, hogy elkezdted mesélni azt, hogy így beugrott a Szép Emlékű Bizottság együttes valamelyik száma elején van ez a meghalt Napóleon, Arzén volt a tapétán. Igen. Most eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én is ilyen durva csávó vagyok, mert hogy én eltettem az epe köveimet, mikor kiműtötték az epémet. Ott van egy üvegben. De nem vágod ki más epe köveit, hogy eltett. Nem, az semmiféleképpen. Ha csak nem a tiéd vagy fifikáé. Köszönjük szépen. Sok pénzt fog érni. 10-20 év múlva. Na, szerintem lovagoljuk meg a
Még gyorsan, még egy linkem van, mert ezt ma kattingattam és találtam meg, és ott nagyon jó, hogy mindenki elmondhatja, de elmondhassa a véleményit, akinek nem megy az angol, tő mondat, tő szó, yes, no question, az Google Translate-et hívja segítségül. A podcastet lehet nem a mi kérdéseink, nem nekünk válasz, hanem annak az aggregátor oldalnak, aki méri nekünk a hallgatottságunkat, és ott lehet megkattintani, hogy milyen jó a hang, milyen rossz a hang, milyen halk mújó, mennyire szórakoztató, nem. Mennyire nem. És most megerőszakolta magát, és ordított, de már remeg a foga, így vacog, hogy hát jön a szomszédból a Marika néni. Na, ott meg kell kattintani, én azt szeretném kérni, hogy kattintsátok meg, és értékeljétek ezt az egész csatornát teljes mi voltában. Azt érdemes elmondani, hogy kukikat használ, és ez nem a korhatáros 18-as kuki, hanem a számítógép süti. Úgyhogy, ha valaki ott hagyja a telefonját, vagy az asztali számítógépét, és egy idő után visszamegy, és azt mondja, hogy köszönjük a szavazatod, akkor ürítsen kukit, és... Nem segít. Nekem segített. Vagy váltson nekem böngészőt. Vagy IP címet. Én böngészőt látottam, és közli, hogy IP cím. Úgyhogy igen. Akkor IP címet. Valaki akkor ott együltő helyébe fejezze is be, mert úgy marad. Fuck yes. Oké. Mehetünk az olvasói kvestionökre? Nem lesz sok. Menjünk. Persze. Alright. Tomán Antal kérdezte. Mi a véleményetek a jelenségről, hogy újabban a kezdők... Jó, megint ez lesz, hogy megadjuk az ívet nekik. Hogy újabban a kezdők rendre kihagynak mindenféle ismerkedési fázist, és egyből a sokwattos iStick plusz szabóm tank a belépőkészlet. Mindenféle ismerkedési fázis, ugye eszembe jutott a Csini Baba, amikor a táncpartnerek oda mennek egymáshoz, hogy szia, Pisti vagyok. Na, szóval mi a véleményetek erről? Ez egy ambivalens kérdés számomra igazából, mert én úgy találtam, hogy az iStick az egy annyira jól eltalált eszköz, hogy én azt egy kezdőnek is szíves örömmel tudom javasolni. A szabómos tank az már egy egészen más lapba tartozik. De hogy önmagában az iStickkel nincsen baja. Ez a kombó az. De mondjuk akkor már inkább egy iStickkel rakassanak a kezdőnek szabómos tankot, mint egy mehamodra. Azt akartam épp mondani, hogy inkább az előre tekert szabóm tank, erről a szabómról most már mindig a Boris fog eszembe jutni, borzasztó. Hogy inkább egy ilyen előre tekert valami, mint az, hogy megvegyem valami olcsó klón RTA-t, vagy RDA-t, és akkor majd ő otthon teker egy olyat, ami nem tudja, hogy miért melegszik rendellenesen. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem talán jobb. Az a másik fele, hogy szerintem is az iStick egy jó kis készülék, illetve lehet, hogy ő is, tehát én is olyan voltam, hogy varivat készülékkel kezdtem, mert előtte rengeteget olvastam, és tudtam, hogy nekem fölösleges lenne egóval pirickázni, mert nem adná meg az élményt. Viszont ez, hogy miért vesz szabómot, én ezt már múltkor körvonalazódott bennem, hogy igazából nem értem. Mert mikor te le akarsz szokni, illetve mikor a cigizést abba akarod hagyni, akkor ugye azért kezdesz el elcigizni, hogy ez egy egészségesebb alternatíva, már unásig ismételtük, és keresel egy egészségesebb alternatívát, és mindig az van, de fogok majd csinálni, esküszöm egy ilyen videót, ha megengeditek, hogy előveszem a kocsimba, ott van eltéve az utolsó doboz cigim is, és rágyújtok. Én megnézem, mert mindig, mikor fölmegyek cigizni a tetőkertre a kollégákkal, akkor ezek az emberek jutnak az eszembe, hogy keresik ezeket rögtön ezeket a nagygőzös kazánokat. De hisz minek? Hiszen a cigit akarom kiváltani, ami már a mostani akármilyen készülék is nagyobb gőzt, nagyságrendekkel nagyobb gőzt ad, mint a cigi. Tehát van, aki azért cigizett, ugye, hogy szereti nézni, ahogy száll a füst, annak is bőven elég lenne egy kisebb, de valahogy ez úgy generálja magát, hogy nagyobb kell, még nagyobb,
hova már, már egy idő után tényleg már csak a tiszta glicerin lesz, meg a rövidzárra tekert kazán. Szóval szerintem elsőre nem ezt kéne keresni, mert azt hiszik, hogy annál jobb nincs, de ez pont olyan, ti is tudjátok, mert eredeti cuccaitok is vannak, hogy tényleg egy minőségi ugrás mondjuk egy kis integrált után egy komolyabb, akár klónt is megvenni, és hogy mondja nekem az ismerősöm, pont akit megleptem egyébként azzal a GS-sel, amit tőled vettem Fifika neki, a grafikus srácnak, hogy nem értett, hogy a fasz, hát minek adok én ennyi pénzt, érte, jó, neki az az Ego, meg a Helix, meg a... Odaadtam megtekerve, szarul természetesen, és utána fölhívott másnap, hogy bazd meg, most már érzem, hogy a kurva eget, hogy ez sokkal jobb. Mert ő is szeret gőzölni, de hogy azt mondja, hogy leírhatatlan, hogy mennyivel több íz az, amit a szájában érez ezzel, és hogy tényleg igazam van, hogy minőségi ugrás egy ilyen. Hogy szerintem először inkább az ízeket kéne megtapasztalni, és akkor utána, ha elkezd valaki gőzt vadászni, akkor utána már van egy hozzá hasonlítási alapja, hogy nagyobb a gőz, de az íze valahogy nem jó, és végül is az ízért kell szerintem leginkább ezt használni, mert nagyon érdekes ízeket lehet belőle kicsalogatni. Na, de ez hosszúra sikerült. A jelenségről én beszéltem, de még akkor Fifika, te is itt vagy. Én Krisztiánnak a véleményét osztom, mert az iStick az nálam is ilyen varázsszerré nőtte ki magát. Hát én is ezt mondtam. 20, ja, akkor te is ezt mondtad, csak nem figyeltelek. 20-30 wattos készüléket szoktam ajánlani. Valamilyen nagyon egyszerű, cserélhető, betétes kazánnal. Én már nem is tudom követni ezeket a... A gyári kazánja egyébként, ami van, ez a GSR, vagy mi a túró a neve? Én például az egyik kollégámnak egy olyan kombót vettem, ilyen kis integrált cserélhető kazános dolog, és történet. És nagyon meg van vele elégedve. Úgyhogy az szerintem tök jó páros. Ó, de hát 1,8 ohm. Én a... Nem azért, mert a múltkor itt volt bent a műsorunkban, de az Oxigénnek a... Van egy patronja, amit én nagyon-nagyon szeretek egyébként, ez az Ego V3 talán, ami a saját márkázásuk, dupla fűtőszál, és ez az iPatron. Jót nézek. Szerintem igen. És én ezt szoktam ajánlani, 1,8 ohmos, ehhez a készülékhez szerintem abszolút passzol és jó. Hát vagy GS-t, gyerekek, ha már felújítható, tanuljon meg mindenki GS-t tekerni, és akkor soha nem lesz gondja. Ámen. Nekem a szóval eszembe jutott még egy dolog ez ügyben, hogy az, aki egy, tök igazat mondtál, Csári, ezzel, hogy aki a dohányzásról vált át, és tehát minden kezdő ilyen, mint tudjuk, hogy a dohányzásról vált át, az igazából semmi szüksége egy ilyen ennyire durva körülépe. Tehát azért nálam, aki többet dohányzott, az hazudik. És én is végigjártam a kis szamárlétrát, mondjuk ennek a próbálkozós időszaknak az elejét azért át lehet ugrani ezekkel a ma már lényegesen értelmesebb készülékekkel, mint az iStick, de hogy valóban nincs összefüggés azzal, mondjuk, hogy te mennyi dohányzol, és hogy hol állapodsz meg. Tehát a szabóm az azért nem túlzásra azt mondom szerintem, hogy a vépelésnek az egyik extrémebb vége. És én baromi sokat dohányoztam megállás nélkül, és mégse kötöttem ki a szabomnál, itt vagyok, egy éve 1,3 alá nem nagyon tekerek, és mégis úgy el vagyok, mint a befőtt. Hogy belehajszolni a kezdőket egy ilyen extrém vonalba, az azért nem jó ötlet szerintem, mert egyrészt
onnan visszafele jönni értelmesebb dolgok felé, azt fogja hinni, hogy ez a normális. És onnan korrigálni egy nehogy Isten jóval kevésbé extrémebb setupra már nehezebb. Nem is az, hogy nehezebb, hanem bennem is sokszor van az az érzés, mikor mondjuk a nagyon, nagyon ködképző kazán után visszaállok, és egy másik kazán szívok, ami nem annyira termeli a gőzt, és hiányérzetem van. Ami mondjuk elmúlik 2-3 nap után, de tudod, az olyan, mintha, mit tudom is én, egy luxusautóból visszaülnél egy ladába, és most senki ne sértődjön meg. Igen, valami nem az igaz. Igen, és akkor azt érzed, hogy az a normális szint, de hát nem, hát ez nagyon... Nem, szerintem, tehát az már így a látványgőzölés irányába viszi el a dolgokat. A gőzölés meg azért van, hogy élvezze az ember. Egyébként az előbb hazudtam, tehát az Aspire BDC-re gondoltam, csak az oxigénnek a saját fölirata van rajta, de most nézem az oldalukon is így szerepel, hogy Aspire Ego BDC, ami egy dohányosnak eszméletlen jó patron. Tehát nekem is ötször annyi füstje van, mint a normál cigarettának, vagy gőze, mint a normál cigarettának, egyszerűen cserélhető, szinte minden levessel tökéletesen működik, nem kell vele killódni, ha akarja, drippet is cserélheti rajta, mert egy teljesen szabvány drip tip van a végén, ami nem mellesleg műanyag, és ezt azért mondom el, mert én ezt a drippet, amikor teljesen tropára megy egy patron, ezt a drippet én még utána átdugom az összes készülékembe, mert a fémmel ellentétben egy, ez nem melegszik, kettő pedig nem gyűjti a számról a nem tudom mi ez, ezeket az elhalt hámsejteket. Így van. Tehát ez és aránylag, nem hogy aránylag, hanem egy nagyon baráti ára van. Ezzel még akár egy spinnert, vagy egy 1100-as, 1200-as ego is tökéletesen meghajtja, de valamiért én ezt a kis marokra fogható eszközt szoktam ajánlani, mert marha jó. Egyébként nekem annyira tetszik, hogy most rendeltem 3 hete Kínából rá fóliát. Tudod, ilyen karbonfóliát, szürkét, feketét. Ja, azt hittem, feketét. Hogy ez az Energizer típusú. Nem. És most át fogom fóliázni, mert azért zsebbe hordva valljuk be, az ezüst festék, az rettentően kopik róla, de egyébként annak más hibája, az ég adta világon, nincs, cserélheted benne az akkumulátort, kiforrasztod, beforrasztod, hogyha van egy pici uzalmad a forrasztás iránt, hát szerintem egy elnyűlhetetlen eszköz. Én imádom egyébként az iSticket, tehát az egyik legjobban átgondolt készülék most a piacon árban is, tehát nem egy ökörára, 13-4-5 ezer forint között vannak a 20-36-osok. Úgyhogy ennyi. Jó, menjünk akkor tovább. Nem tudom, mi az igazi neve. A Facebookon Benko Kuku néven írt. Azt mondja, hogy ismerjük a nikotinos lötyi forgalmazásával kapcsolatos bírósági döntést. Hát mi nem, csak sejtéseink vannak. Nem kell attól... Szeretnénk megismerni, igen. Igen, nem kell attól tartani, hogy most az aromák felől támadnak? Mondva csinált ürüggyel persze, esetleg komolyan betartva a forgalmazási szabályait, amivel esetleg jelentősen drágítanák? Húha, ez maga egyébként az aroma is egy ingoványos terület, és nekem az egyik félelmem egyébként folyamatosan az, hogy valami okos, erősen idézőjelbe téve, kitalálja, hogy az egyébként vépelhető aromákat mondjuk beviszi, nem tudom én, akármilyen vizsgálat alá, amit a kis aromagyártók nem fognak tudni kifizetni vagy követni, tehát mit tudom, egy gyógyszerengedélyeztetési eljárás alá vonja, de nem akarok ötleteket adni. Egyrészt, másrészt pedig van egy csomó gyártó, aki ez a pont leszarom, milyen aromát keverek a levesbe, csak jó büdös legyen, meg el tudjam adni, azt dohányos, és mondjuk
nem tart be egy csomó olyan szabályt, ami egyébként meg a józanész és a szakmai etika diktálna. Tehát vannak félelmeim az aromákkal kapcsolatban. Szerintem én egyébként pont amikor erről a dologról beszéltünk múltkor, akkor talán említettem is, vagy ha nem, akkor akartam is majd most, hogy talán múltkor arra gondoltam, hogy ugye arról volt szó, hogy az oxigénnél ott az aromák, vagyis bocsánat, a konkrét levesekre ment a vizsgálat. Én ezt úgy gondoltam tovább, hogy hát ugye a laborban is összetevőire lebontják a dolgot, és azokat vizsgálják. És, nem, szerintem csak a nikotin tartalmat vizsgálták, Csáli. Igen, de ugye mégis azt mondta Zsolt, hogy nekik a konkrét levesekre van, tehát hogy a málna ízű elektromos cigaretta után töltő folyadék, a dohány ízű... Tehát amit lefoglaltak annak, igen, konkrétan azok. Tehát én ezért gondolnám úgy, hogy előbb-utóbb valakinek biztos, hogy ez lesz a becsípődése, hogy na nézzük csak meg az alapanyagokat, és hát a PG végénél nagy trúváj nincsen, ott annál egyszerű dolog szerintem nincs, mint annak a könyveit előkapni, hogy az ugyan minek felel meg. A nikotin már megint egy olyan dolog, hogy ott egy dologra mehetnek rá, hogy honnan van és milyen erősségű, és aztán jön bizony az aroma, ami mindenféleképpen kell a levesbe, még a nikotin mentesbe is, és aztán majd ugyanúgy, mint ahogy divat volt az ételfesték, és én sem tagadom, nekem is volt, de csak nem ételfestékes, hanem ilyen, vagy a gyártó azt mondta, hogy ilyen, de mindegy, színezett folyadék, majd azt fogják mondani, hogy akkor most vegyük sorra az aromát, mert az mindenbe kell, mert üresen senki nem szív propilenglikolt meg glicerint, és igen, itt bizony szerintem egy-két likvid aroma bukhat. De szerintem ezeknek az aromáknak az engedélyeztetése és az egész jóváhagyási procedúra az nem azokat a gyártókat kéne, hogy terhelje, aki az alapanyagokból kész lötyöt csinál, hanem ugyanúgy hozzá kéne férnie neki azokhoz a biztonsági adatlapokhoz és a többihez, ami a végén azt tudja mondani, hogy ez ebből, 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 ebből készült, és itt vannak hozzá ez és ez és ez és ez az adatlap. Kész. Tehát szerintem így fog kinézni a dolog, de hát ne nekem legyen igazam. Ez nagyon-nagyon messzire vezet nekem, ez az igenis, meg nem is. Tehát egészen addig, amíg lemehetek az ABC-be, és besöpörjetek a kosaramba egy polznyi szar, rettentő minőségű rumaromát és ilyesmit, addig nagyon az aromákat nem lehet szerintem támadni. Hát tehát igen, Krisztián, de az nem a tüdődbe teszed, hanem a gyomrodba. Hát az már hadd legyen a felhasználónak a döntése, hogy mit csinál vele. Tehát ez a pozitív oldala, hogy ennyire hülyék nem lehetnek. Tehát ez még a nikotinos oldalról történő támadásnál is gagyib egy ilyen vonalról menni. Úgyhogy szerintem ezért nem. Ami meg szerintem meg elképzelhető, az ugye, hogy az EU-s szabályozás az annyira tág mozgásteret ad az értelmezésre ebben a kérdésben is, annyira nem szolgál konkrétumokkal, hogy valami idióta volt, aki bármi hülyeséget kitalálhat. Tehát mondom, nekem folyamatosan vannak félelmeim az irányban, hogy a normális gyártók ugye egyébként is nyilván odafigyelnek arról, vagy arra, hogy honnan vesznek, és csak biztonsági adatlappal és megfelelőségi bizonylattal és mindenféle FDA, nem tudom én, élelmezésügyi és akármilyen hatósági engedélyekkel rendelkező aromákat. Ugye azt tudni kell, hogy szinte az összes aroma az egyébként ételaroma gyártó műhelyéből kerül ki, amit vépelünk, és vannak olyan anyagok, amiket nem illik vépelni
mondjuk olajok és a likvidben nem oldódó anyagok, illetve ugye volt ez a vaj aroma história, alkohol, sósav, stb. A sósavat egyébként nem véletlenül említem, mert van ahol THC-növelőként használják. De hogy egy idő után eljuthat a piac egy olyan szintre, főleg, hogyha mondjuk a nagy, nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket, de ha nagy gyógyszergyártók és dohánygyártók beszállnak erre a piacra, akkor még akár ez is előfordulhat, hogy tényleg olyan anyagok kerülnek be, mondjuk, amik a fölszívódást gyorsítják, meg stb. És nem annyira egészségesek. De ezeket én mind, ugye erről beszéltünk valamikor a podcast közepén, az ilyen anyagokat mind külön föltüntetném, illetve én azt gondolom, hogy a legnormálisabb az lenne, hogyha valami ajánlás születne hozzáértők részéről, hogy mi az, amit az aroma nem tartalmazhat, amennyiben vépelhető aromáról beszélünk. És itt is azért látszik, hogy a szabályozás például abszolút nem tér ki ilyen irányban. Igen, csak a lényeges dolgokra nem tér ki. Sokkal lényegesebb dolgok is vannak attól, amit ők szabályozás alá vettek. És szóval ami egyébként végülis a mi egészségünkről van itt szó, illetve azt hagyjam, hogy a mi egészségünkről, de ha jobban belegondolsz, akkor az e-cigaretta státuszáról is beszélünk, mert hogyha valaki el fogja trollkodni azzal, hogy kábítószert, meg nem tudom én, tehénhúgyot kever az e-cigarettába, akkor az tényleg magának az egész eszköznek a nimbuszát fogja lerombolni. Hát igen, a sajtó azonnal fölkapná, és nem úgy lemennének a szalacímek, hogy Kovács Edömér súfni likvidjében tehénhúgyot találtak, hanem tehénhúgy az elektromos cigarettába. Még az jutott nekem erről a gondolatmenetről, ezt a kutatásról eszembe, hogy igazából ez, hogy a szabályozás a jelentéktelen hülyeségeket a legmesszebb menőkig olcsó alá veszi és szabályozza, az igazán fontos kérdéseket pedig szinte egyáltalán nem említi. Ez semmi más nem jelent, mint az, hogy a szabályozást megalkotó EU-s bürokraták, akik igazából bő 2,5 évet vajuttak azon, hogy ez megszülessen, kevés volt nekik, hogy minimálisan tisztába kerüljenek arról, hogy mi is az elektromos cigarettázás. Fogalmuk nincsen róla még mindig. Hát ez az óriási szakmai hozzáértés, és szóval tényleg engem az bosszant ebben az egész dologban, hogy van szakmai szervezet szinte majdnem minden országban. Ha nincs, akkor meg van egy büdös nagy közösség, aminek van valahol egy büdös nagy fóruma. Van európai szervezetek szövetsége, tehát egy csomó olyan fórum van, ahova fordulhatnának, de annak ellenére, hogy ott dörömböl mindenki a kapujukon, pont leszarjak azokat, akiket érint az egész dolog. Érted? Tehát ez a kukac meg az alma esete komolyan. Menjünk tovább. Igen, Charlie is mondta még a podcast elején, majd az abszolút nem érintett és hozzá nem értő bürokraták majd jó kitalálják, hogy neked hogyan is kéne az életedet is. Haladjunk tovább. Ja. Jó, még egy kérdés van Szűcs Pétertől, szerintem nekem, hogy említetted régebben a forrasztott és előtekert fűtőszálakat. Melyiket miben használjátok? Az alacsony ellenállásúak, nem vékonyak nagyon? Vatelines driphez például, és ha már tekerés, egy kis összefoglaló, hogy milyen vastag üvegszálhoz milyen segítő az optimális. Na, tekerjünk! Egy adás nem elég rá. Megyek sorban. Forrasztott és előtekert fűtőszál, az nem forrasztott, hanem hegesztett, és most nem tudom, hogy az előtekert fűtőszálra gondolsz-e vagy sem. Ezek a NR húzalokra gondoltam szerintem, vagy azt akartad most mondani, hogy miben használjuk. Hát olyan kazánban használja az ember, effektíve bármiben használhatja az ember. Az a jó tulajdonsága van, hogy
hogy megtekered a középső ellenállással rendelkező részt, és a két lábat gyakorlatilag akármilyen hosszúra hagyod, az ott nem fogja növelni az ellenállásodat. Azt mondod, hogy az alacsony ellenállás, ja, nem, azt kérdezed, melyiket miben használjátok. Olyan kazánokban jellemzően például, ami kerámia csészés kazánok, és nem tudom szóban elmagyarázni, ahol hosszú a bekötési láb, és ott hő menne el, és ellenállás menne pazarba. Például mondjuk ilyen, ha fölmész a Golden Greek mods oldalára, tehát Imeo mesternél ott vannak az Itaka, a régi Penelop, vagy másik görög, mert a görögöknek ez úgy látszik a becsípődésük, ott van az Atmistik, akik ilyen kerámia csészés kazánokat készítenek, és ott szükség van erre, hogy ilyen hosszú lábakat megóvjunk attól, hogy növeljék az ellenállásunkat. A másik pedig, hogy gyakorlatilag bármibe berakhatja az ember, mert maximum, tehát hogyha rátekered a két nem vezető, ellenállással nem rendelkező, összemérhető ellenállással nem rendelkező a másik húzahoz képest, ha azt rátekered az üvegszára, ott az nem fog melegedni, az nem fog felizzani, csak az a középső kis rész, és nagyon jól be lehet így lőni. Mondjuk például ilyen a Atmistik is, hogy ugye a kis üvegszálat berakja az ember, köré tekeri, és ennyi. De berakhatja az ember GT-be, én szívtam azzal a GT-t is, a GS-t is, nagyon egyszerű használni, és megvan az előnye, hogy veszel nagyon olcsón egy ilyen kis százas pakkot, lehet, hogy $1 sincs fifika, nem tudom. Nincs. Na, tehát ilyen 90 centért megveszi az ember, és ha kiveszed a 25. darabot, az is 1,8 ohm lesz, kiveszed az 50-et, az is 1,8 ohm lesz. Nagyon könnyű eldönteni, olyat vesz az ember, ami neki bejön, de ha mindegyikből veszel egyet, akkor sem költesz $10-nál többet, és akkor van mondjuk 1000 ilyen kis húzaldarabkád. Aztán eldöntöd, hogy melyik a jó neked, vagy sem. Aztán mi van? Azt mondja, az alacsony ellenállásúak nem vékonyak nagyon. Szerintem pont fordítva kéne lennie, nem? Mert hogyha valakinek alacsony az ellenállása, akkor annak a keresztmetszetben vékonynak kell lenni. Vastagabbnak nem, kell lenni. Vastagabbnak, igen. Legyen, hogy közlekedni az elektronoknak. Igen. Na, fussunk ennek neki még egyszer. Hogyha, Fifika, hogyha vékony a húzalod, akkor nagy az ellenállásod. De ő meg azt mondja, hogy az alacsony ellenállásúak nem vékonyak nagyon. Ja, nem. Akkor jó, ügyesség. Tehát ez fordítva van, ugye? És nem. Vatelines driphez például, hát ahhoz azért úgy vékony, hogy ebbe húzd vele, megpróbáltam pont az Atmistiknél, azért volt ott vele küzdelem, és nem ér meg annyi időráfordítást, hogy utána az egészet kikukázza az ember mondjuk két nap múlva. Tehát én ezt inkább max körbe tekerem. És ha már tekerés, egy kis összefoglaló, hogy milyen vastag üvegszál, az milyen segédtű. Hát akkor vegyük sorba, hogy körszövött, vagy sodrott, vagy ilyen, vagy olyan, még gyártótól is függ. Én mindig azt mondom, hogy itt tényleg a kísérletezés van. Ami nekem nagyon bejött, az például, ami mi, mondjad már. Na. Kiégtem. Na. Mondjad, halászli. Zsolti, milyen Zsolti? Barics Zsolti? Combó. Combó adott nagyon fain kis körszövött 3,5 millis üvegszálat, ami azért volt nagyon jó, mert körszövött, ergo a közepe egy, ne úgy képzeld el, mint egy baszott, egy PVC cső, hogy kevés a cső, sok a levegő, hanem oda pont olyan faszán be lehet dugni a gémkapcsot, hogy látod, hogy az egészet így, mint egy kicsit így szétnyomná, megduzzasztja. És ugye, amikor azt körbetekered faszán, nem lazán az ellenállás húzzallal, és kiveszed utána
belőle, miután ugye berakosgattad, el kell magyaráznom, hogy lássák, hogy értek hozzá, fifika, ne haragudj. Jó, én itt úgy bólogatok te, mint egy félisten. Nem hallom, hogy így a monitorban közben kopogna a fejed. Szóval miután berakod, beigazgattad, és kihúzod a közepéről azt a segédtűt, vagy vezetőtűt, bárminek hívhatod, látszik, hogy egy picit laza lesz, és összeesik, és akkor beszarsz, hogy ez nem lesz jó, meg égetni fog. Viszont az üvegszálnak megvan az előnyös tulajdonsága, hogy likvidet ér, kapilláris, fölszívja magába a likvidet, és megduzzad. Na és akkor fog úgy visszaduzzadni, hogy pont faszán kitölti a körülötte levő tekerést. Az tényleg csak tapasztalás kérdése, hogy most lehetne itt szofisztikálni, hogy mondjuk a GT-be használtam olyat, hogy 8 meg 10 1 millis üvegszál volt egy ilyen pászmába, és akkor hogy közé milyen vastag tűt, vagy a vastagabb big game kapcsot raktam. Nagyon sok múlik azon, hogy az ember milyen feszesen, milyen szorosan teker. Az elején például volt olyan, amit segédtű nélkül tekertem, és kicsit nehezebb volt, kicsit máshogy kellett feszíteni, húzni, mint azt, amit segítővel bátrabban az ember ráfeszít, és akkor lehet, hogy egy kicsit laza lesz, kicsit szoros lesz. Tehát ez tényleg most akkor belerakok 3x2 millit a GT-be, vagy belerakok 8x1 millit, attól függ, hogy milyen szűkre tekerem, milyen tűt rakok közé, de hát ti is tekertetek üvegszálat, tudjátok, mondjátok ti is. Én, tehát nekem üvegszálasba az jött be, ami nagyon vékony, ez a 0,8-as üvegszál, és abból egy 4-5 összefogva, egy segédtűvel megtekerve, az eszméletlen jól viszi a levest, illetve amire így már nagyon régóta rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem szabad hosszú üvegszálat hagyni a tekerésen. Tehát most már azt csinálom, hogy vagy körbe vattázom, hogyha üvegszállal tekerek, de maga az üvegszál köteg, amire ráteszem a tekerést, az rövid. Mert hogy ellustul szerinted egy picit? Igen. És sokkal jobban viszi így a levest, hogy rövid az üvegszál, aminek meg kell szívnia magát, mint ha hosszúra hagyom. Én az az igazság, hogy a sima GT-ben csináltam úgy a tekerést, hogy tudod, nem vezettem ki a kazántérből, de telibe üvegszállal, és akkor ott rengeteg üvegszállat beleraktam, és az volt hát 8 vagy 10 darab 1 millis, és akkor azt körbe-körbe essalagba, kvázi úgy, mint ezeket a vattagátasakat, de üvegszállal. Nekem hát kicsit többször kell foglalkozni vele, de az ilyen szempontból jobban bejött, mint ez a még idevattát, meg üvegszálat, meg anyám kínját. Viszont ami számomra nagyon nagy pozitívum, és a mai napig jobban szeretem ezért, mint a vattát, hogy én azt kurvára szerettem mindig az elején, mondjuk a novátóba is, hogy elhasználódik, csap alá rakod, kimosod forró vízben, és az üvegszálat az kurva sokáig tudod így használni. Nincs az, hogy mit tudom is én, 2-3 naponta cseréled, mint a vattát. Vagy hát milliliterekbe beszéljünk, mit tudom is én, 20, 25, 30, attól függ, hogy milyen likvidet használ. Tehát mit tudom is én, 30 milli után cseréled az üvegszállal. Kimosod, kiégeted, látod, hogy tiszta, kifehéredett, megint használod. Hetekig el lehet lenni, hónapokig el lehet lenni egy üvegszállal, ami meg van tekerve. Egyébként én még azt szoktam csinálni, hogyha nem ez a körszövőt van, hanem sodrot, hogy ahogy megtekertem a tekerést, akkor utána én jóval lazábbra hagyom, és utána a sodrás irányal ellentétesen. Tehát nekem pont azért, mert nem tudtam ilyen egzotikus 0,8-as üvegszálat venni, egyest használok, vagy kettest, és akkor azokat így visszafele szétborzolom, hogy szétessenek azokra a nem elemi szálakra, hanem tudod, azokra a kis fonatokra. Tehát gyakorlatilag azokra a nagyon vékonyakra. És akkor én úgy érzem, hogy jóval könnyebben is szállítja, meg hamarabb is jön az utánpótlás, mint hogyha csak simán összefognám vele. Tehát ez ilyen kis üvegszál, kis okos volt részemről. Na, hát ezt is jó körbe
beszéltük a saját szerény és bunkó képességeink szerint. Még Krisztiántól kéne most megint egy igazmondás, de helyett eldobta a billentyűzetet. Nem, fölrúgtam a szörpömet. A szörpödet, ha fölrúgtad, már a szörp volt piros, mint a vér. Nem, ez most Jaffa. Jaffa. Fú, most nem, mondd már azt, hogy piros volt, mint a vér. Piros volt, mint a vér. Annyi vér volt benne, mint a legutolsó Walking Dead részben? Egy finom, finom, kis óvatos, kis diszkrét átkötés, és akkor Garamvölgyi Dénes most kapcsolhatott ki. A végén még elköszönünk, vagy valami hasonló. Azért kemény sorozatok voltak, kis évadzárók, évad majdnem zárók. Te valami oknál fogva nekiálltál a Babylon 5-nak. Nem tudom miért. Na, mi van? Iszonyú jó sorozat, Charlie. Most akkor nekem is meg kell nézned? Neked is meg kéne nézned. Csak az első 10 részt nézd meg, aztán úgyis végignézed. Ez jó, nézd meg az első 10-et, aztán magával ragad. Tehát de ez egyébként tényleg ilyen. Tehát ugye ez egy most már több mint 20 éves sorozatról beszélünk. Ez a 90-es évek elején indult, hogyha jól emlékszem. És időnként azért nyilván a speciális effektusok, hogy ilyen szépen mondjam, hagynak némi kívánnivalót maga után. Egy némely színésznek a színészi játéka is időnként hagy némely kívánnivalót maga után, de megírva elképesztően jól van. Hát én erről nem tudok nyilatkozni, biztos meg fogom nézni. Akkor. Erre mondtam azt, hogy ez az a sorozat, amit úgy kezdtek el forgatni, hogy már tudták, hogy mi lesz az utolsó részben. Mit mondtad, hogy már tudták? Már tudták az első forgatási napon, hogy az utolsóban mi lesz. Mondok tehát, neked még egy ilyen sorozatot. Így jártam anyátokkal. Jó, de ez 20 évvel ezelőtt készült. Jó, csak mondom, hogy tehát ez nem akkora trúváj. Nem tudom, hogy a Sequestre emlékeztek-e. Persze. Tehát az már nem. Majd majdnem az így a születési határidő környékén van egy némelyeknek, de a Sequest sorozatnak a számítógépes trükk. Az mi volt az a Sequest? A Sequest az kérlek szépen egy tenger alatt járó volt. És nem a Patrick Duffy volt rajta egy atlantiszi ember? Nem volt. Az más, az az atlantiszi ember, vagy atlantiszi férfi. Nekem mindig a lábúja keltette fel ott a figyelmemet a bőrredőkkel, és hogy valami iszonyat power volt benne, ha vizes volt. És akkor még nem tudta, hogy később olajmágnes lesz belőle. Ennyi. Sequest 2032 volt hát a akkor az még nem is sorozat. Nem is kezdődött ezt el. 93-tól 96-ig forgatták, és Jonathan Brandis, Don Franklin, Ted Raimi. Azért az komoly, hogy gondolj bele, hogy akkor még ilyen élettartama volt a sorozatnak, hogy 3 évad. Most meg, nézzük meg, hogy várjál csak, melyik az? A Big Bang Theory, az most a 8. évadát túrja. Vagy a Walking Dead, akiből, hát már annyira jó, hogy fölvérteztem emberi tulajdonságokkal. Walking Dead-et is berendeltek még 2 évadot, úgyhogy keménység. És fú, de várom már a spin-offját. Nagyon kíváncsi. Hát ez mázli kérdése azért. Most megnéztem, a Babylon 5 az 94-től 98-ig, és 8,2-t adtak neki az IMDb-n. Tehát azért az még, még mindig egy nagyon hát az, jó. Az majdnem Breaking Bad-i magasságokba emeli. Igen. Majdnem. Úgyhogy szerintem nézd meg, Charlie. Jó van. De az a baj, hogy ebből olyan régi sorozat, ebből nincsen HD, csak valami SD felbontás. Igen, ráadásul szinkronos. Ajjajjajjajjajjaj. Biztos, hogy megvan szinkron nélkül is, csak föliratosban nem láttam azt tényleg való. De jó a szinkron, Krisztián. Tudod mi? Igen. Ezt akartam is mondani, hogy csináltak egy olyan csavart, ami nagyon nem volt jó ötlet, hogy másokkal szinkronizálták az első évadot, mint a másik négyet. Igen. És nekem tökre tetszettek az első évadnak a szinkron hangjai. Ezt tudod, azóta megszoktam a többit, de
ez de az pont, egy nagyon nagy pofon volt. Ez pont olyan, mint a Dr. House-ban, amikor Dr. House, meghalt a magyar szinkron, és az és utána Kulka, és lehetett is hallani a hangján, hogy ott biztos nem stimmelt valami, mert a saját orgánumán is 2-3 rész alatt változtatott annyit utána. De fú, de kurva nehéz volt megszokni. Igen. Csak azért nem mondta mindenki, hogy vissza az eredetit, mert hát viszonylag nehéz lett volna. Na, minden esetre Babylon? Jó, túl vagyunk Babylon. De Walking Dead évadzárót, azt most már nem spoilerezzük tulajdonképpen, mert hát már mindenki megnézhette. Biztos vagy benne? Na, úgy itt aztán elrúcsuk. Akkor sor vagyunk el, akkor mindegy. Kurva nagy volt az is. Akkor menjünk Párizs környékére. Mi van Párizs környékén? Hát most már ott vannak, kérlek szépen, Rollo, Ragnar és a többi menő csóka. Lesesett. Vikings. Igen, én azt gondoltam, amikor... Mondjad, Fifika. Ne, hát én nem nézem, mert én egybe fogom megnézni az évadot, hanem pont van egy podcast, amit hallgatok, nem a miénk. Melyik az? Csak valami tudományos... podcast, mindenféle szokott benne lenni, és most volt egy rész a vikingekről benne, és pont ezt a párizsi történetet taglalták. Zseniális, tehát jó a film, követi hűen a... Amiről hát, két résszel ezelőtt elmondtuk, hogy ezek nem is jártak Párizsnak. Igen, de biztos azért követik, mert hogy ugye a History Channel vetíti, tehát nem biztos, hogy a... De várjál, majd mindjárt leveszem a telefonomat, mert én úgy hallgatok podcastet, szar az autóban, rádión, és úgy hallgatok podcastet. Az adóparadicsomban, hát hogy lehet ez? Tehát, ha csak nem akarok ilyen nyenyere, civil tudomány az a podcast, és nekik van egy vikingekről szóló részük, illetve most elkezdtem hallgatni a háztáigéket. Milyen Zsolt. Tudom, ő egy alapvetően webdesigner, user interface, grafikus emberke, és... Rengeteg informatikai információval. Benke Zsolt, igen. Kicsi ez a hazai podcast széna, úgyhogy abból legalább hármat személyesen ismerek. Fú, már megint az arcoskodás. Na mindegy. Szóval, igen, az egy jó kis... Tévejgő vikingek ez a címe, Farkas Alexandr és Szász Dénes előadása a Civil Tudomány podcastben. Jó, ennyi volt a... Úgyhogy... Én azon ledöbbentem, amúgy. Én nagyon sajnálom, hogy egy fejszével kicsapták a sorozatból a jó papot, ki szó szerint holtig tanult. Kezdett elgázosodni ott a végére, az már nagyon üzei volt. Nem nagyon. Fú, most elárultatok, hogy kinyírták a papot. Szemetek. Milyen papot? Megöltétek Kenit. Hallod, de még azt is eláruljuk, hogy kinyírta ki. Nem, én abban gondoltam bele, hogy gondoljatok bele, hogy mi volt abban az időben? Iszonyat, hogy bármire rá tudtál húzni, így a vallást rá tudtad húzni, és azt mondtad, hogy volt egy látomásom, meg véráldozatot kell hoznom, az meg fejbe baszod egy fejszével. Nekem az izé tetszett, nem tudom, melyik részében volt ott, amikor azt hiszem az első évadban volt, amikor az öreg könyörget, hogy vigyék magukkal, de hogy már így halljon meg, öregem meg izé. Igen. Hát most is volt egy ilyen valamelyik részben valamelyik két méter feletti viking, mikor megsérült az egyik karja, és csapjátok le a picsába a balkaromat, azt úgy se tudom semmire használni. És ezt frankon elhiszed ezekről? Hát ezek egy állatok voltak, és tényleg az volt, hogy ne sírjál, neki már jobb, ő már a Valhallában spanoskodik. Úgyhogy, de hogy mindenre rá tudta ezt húzni, bazd meg ezt a mélyen vallásosan átitatott sztorit, ugye ott, mikor
mikor... Mikor Charlie spoilerezett. Mikor spoilereztem, és ugye a nőt megdugta egy faszi, akiről kiderült, hogy Odinnak a második neve, amit nem használ, mert ő, tudod, mikor álcában van, igen, akkor, igen. És tulajdonképpen akkor ráhúzták, hogy hát egy istennel háltál, és micsoda gyerekeid lesznek. Én egyébként attól féltem, hogy a fogyatékkal született gyerekét azt mint Taigetoszról nem lelökik, hanem azt megszabadulnak tőle egyébként, hogy... Hát volt egy ilyen, kivitte a tengerpartra kinyírni. De nem nyírta ki. De nem. Jaj. Ami engem nagyon megfogott most itt az elmúlt néhány részben, az hogy az angol oldalról bemutatva, hogy bakker, itt a katolikus angol szász oldalon, itt mindenki komplett elmebeteg volt. Hát ez valami olyan szinten... És hogy milyen előszeretettel húzták mindenre, az inkvizícióra, a megcsonkításra, mindent Isten és Jézus nevében. De hogy ezek az uralkodók olyan szinten elborult agyú dekadens állatok, hogy ezt így végig gondolva teljesen érthetetlen, hogy Európa hogyan nőtte ki magát egy ilyen viszonylag kultúrát helyé az évszázadok alatt. Úgy, hogy ezek meg beépültek. Igen. És ez nem is volt olyan régen, basszus, pont a múltkor gondoltam bele, hogy hát ez olyan 20-be kicsivel több, mint 1000 éve volt, és 1000 év, az attoni 50 évvel számolva mondjuk 20 ember öltő. Milyen 50? Hát azért szerintem az erős túlzás, maradjunk ilyen 35-40-be. Hát jó, hát persze de ahogy, nem a nemesség. Ahogy javult. Hogyha így generációkkal számoljuk, akkor igazából ez 20 generáció, és ez nem is olyan sok. Hát ez nem is volt ez olyan régen. Kimondva, hogy 1000 év nagyon soknak tűnik, de igazából egy emberről többen számolva rövelyesen kell. Kurvára szerencsés vagy, hogy nem akkor születtél. Ja, azt mondtam is Kingának néztük, hogy édesem, 5 percet nem élnénk abban a korban. Igen. Hol egy digitális rajztábla? Hol van 220? Merül a laptopom? Charlie meg fogja a seggemet vágni egy erős fejszével, mert nem elég hangos a hangom. Kemény lett volna. És én ebben a sorozatban is, de ez az én perverségem, mit nézek? Megnézem, hogy mert vannak olyan hiteltelen sztorik nekem, hogy bemutatják mondjuk a tököm tudja milyen középkor, és mindenkinek csillog a foga olyan fehér, és itt nem. Itt annyira életszagú, életszerű, hogy hiányos fogsor, sárga, lepedékes. Ja, ez a emlékeztetek arra Banderas filmre, a vikingesre? A 13. harcos, igen. Na, az volt nekem olyan, hogy ilyen full izzadságszag jött át a filmről, míg mondjuk a Gladiátorba meg állandóan ment le a nap Róma fölött, érted, ilyen nagyon beállított képek voltak, és a 13. harcos, az nekem nagyon tetszett ez a film, az nagyon hozta ezt a feelinget. Úgyhogy én most kurvára várom, hogy mi lesz Párizzsal. Én ott azt hittem, hogy még el fognak szöttyögni egy kicsit, tehát ugye nem megölt kap után gondoltam, a következő epizód majd foglalkozik az utórezgésekkel ennek az eseménynek. Egy frász, hát, szerintem a sajnát. Nem, szerintem az azért durva, hogy megy tovább a cselekmény, de én már azt várom, hogy tehát nagyon sokszor észreveheted, hogy a Ragnar az máshogy csinál, csak mint volt már olyan évadzárás, tudod, mikor ott áll a függöny mögött, és csak figyel. És utána nem történik semmi, hanem majd az epizód végén, vagy a következőben, és akkor jön a hentelés, és itt is sokszor megvolt már a figyelés, és annyira igen, látszik igen, rajta, hogy kurvára nem hülye, és figyel. És azzal is kurvára tisztában van, hogy nem spoilerezünk, Fifika, hogy kiölte meg a papot, meg lesz még annak a böjtje. Csak hát most szükség van arra az emberre. Jó. Úgyhogy nincs annak még új része, ne? A tököm tudja, mindjárt ránézek. Na, úgyhogy ennyi volt a héten szerintem a termés. Megint le leszünk cseszve, 2 óra 23 perc nyersanyag. Fuck yeah. De akkor ki kell jelentenünk, hogy mi nem az egy órásak vagyunk. Megpróbáltuk, de nem jött be. Nem, ez nekünk nem megy, az biztos. Nem a mi stílusunk. Kipattintotta föl a ballont. Én. Aha. Krisztián. Aha. Szörpölök. Szörp, persze szörp.
Jó, fiúk, bezárjuk a Hát jó van. munkatárat. Búcsúzzunk el, oké. Okay. Még egy címet találjunk ki. És igen, ez nem állunk meg 2,5 óra alatt, hogy pont a héten volt egy határátkelős blog, hogy mennyire nem jó külföldön, hogyha magyarok tudják, hogy magyar vagy, mert ott tesznek keresztbe, ahol tudnak, és be is bizonyították. Úgyhogy nekem a hét eseményei, ha így lehet fogalmazni, bár ennyit nem érdemel, de azért mementóként hagyjuk meg, hogy címből tudjuk 10 év múlva is, hogy ez volt az a rész. Szerintem legyen az a cím, hogy ember embernek farkasa. Ez közhelynek sem utolsó. De ez ma az utolsó közhely volt. És nem én mondtam. Mondja már még egyet, Léci. Jaj, ki mintveti ágyát ugyalú szálmát. Mondjuk ez szólás, nem is közhely. De annyira sokszor mondták már, hogy az már közhelyes. Hát jó. Jó, akkor ennyi volt már minden esetben. De aki sokat akar, keveset fog. És aki közbevágott, Pivko Krisztián, ez az utolsó közhely. Jó, akkor én minden esetre még örülök, hogy itt voltatok velünk majdnem 2,5 órán keresztül. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Jövő héten ugyanitt, ugyan veletek. Sziasztok! Sziasztok, egy élmény volt. Köszi, sziasztok!